Hello, még mindig meg vagyok borulva. Szép jó délután Halló! mindenkinek, ez itt nem más, mint a Forma 1, amiben egy újabb verseny hétvégének ugrunk neki Ferivel. Akkor neki meg megy ezenek. Na mindegy. Hozzáadtam egy parancsot, ami igazából... Ó, a körítést elfelejtettem. Na mindegy. Bár néz. Hogyha beírjátok azt, hogy fekete F1, akkor igazából kidob egy képet, ami annyiról szól, hogy igazából mik a beállításaink, hogyha valaki a jövőben kérdezni, hogy milyen beállításokkal játszunk a játékban. Igazából Ausztria egy pálya jön most, ami hát emlékeim szerint nem a legjobb. Nem a legjobban alakult számunkra, hiszen ha jól tudom, a szabad edzés legelején összetörtem a gépet, és utána csak Kodit kellett néznem végig, mert eléggé gáz volt. Ez most nem így kellene véghez vinni. Semmiképpen sem. Dávid! Hello! Halló! Többen nem is Feri! beszél hozzám, csak elfelejtette Feri. a mikrofont nem mutolni. Ó, Feri, rohadjál meg. Hello! Halló, Jézusom! Szóval a másik mikrofonom vagy. Nekem elment a hangod, de Válts át a oké. másik mikrofonra, hát most jó lesz. Az a Vinny Megnézzük. feltelepítette rá a House Flippert, hát ha attól most megjövő, és nem fog laggolni. Na. Kinézem belőle, hogy meg fogja volni. Gondolom. Nice. Ja, akár. Szóval, hát ez finom lesz. Falnak Ez igen. cseszős pálya, Már nem hallom. szóval óvatosba. Na, igen. Ők most is valószínűleg Hallom. fogunk olyat csinálni, és esetleg kiszképeljük a szabad edzés egy részét, de ezt majd még meglátjuk. Gyere már! Ja. A büdös picsába Jó, már. beléptél! Nem léptél. Most. Én közben rámentem a Redire. Te most hol vagy? Én most benn vagyok a gumiválasztó képernyőnél. Én most tudok redizni. Rediztem, bedobott. Oh, nice. Tehát ahogy rámentem a Redire, már tölt Más bejártam. Én esetben. most csak nézni tudom a box utcát kívülről. Hello, Jani! You are now spectating the session in progress. You can choose to participate in it. Na, igen. Fucking kidding me. Tehát csak néző vagyok. Hát így járt el Feri, majd így De lesz az az. nagyon. Na, a kukuit. A migráció hostolt. Vagy mi? A host migrációlt. Vagy mi? Igen. Mi a bánat? Mi? A három poligomból álló játékot indított Vivi Xboxon. De ő összesen. Hívlak. Az kemény. Ja, Jövök. a szép. Na, akkor jók vagyunk. Mehetünk? Ja. Nem, várja. De mivel túl jó vagy mostanság, így Duolingo. neked pole plusz győzelemért jár a sub gift code, ennek elég a győzelem. Na. Oké. I got you. Hát jó. Meglátjuk. Lilával lehet menni, az már jó. Itt a leket. Kajátékával. Hát, ja igen. Elfelejtettem elnyomni, fuck. Mikre gondolsz, Kage? Hello, boys! Így pályarajz alapján egyébként nem annyira gáz a dolog. De ott a kettes kanyarra. Az Melyik kettes kanyarba kidobja a segét, neki ez vannak feszítősz. Aha. Fontos kérdés nekem stream. Na nézzük. Tudom, ez ilyen, ez a bugulás, ez mindenkinek van. Én is látom. Mi is ide bejössz? Na. Tudod mi a baj, Dávid? Nem nyomta be Logitech izé Na, drivert. az király, Feri. És nem is működik a kormány, Nem, jól van. tudom, bajos, nekem a Twitch szokott maximum ilyet küldeni, nem a Streamlabs.
Dávid drip. Na, nem tudom, mi van? Elfejtettem megnyomni a drivert. Hát jó, hát de múltkor is utólag nyomtad be is. És jó volt, nem? Mát F4-eztem. Ó, Feri, rohadjál meg. Ilyenkor mindig játékra siker, nem? Hát múltkor, múltkor bekapcsoltad és jó volt. Na, még egyszer akkor. Csak elindulunk. Még a mai nap. Nekem Streamlabs névvel csinálja. Streamlabs. I don't know why. Parával könnyű. Na várjál, mi a POT? Player of Team. Battle, ja, azon van. Pog. Player of Game. Na, hát ez easy nekem is egyed már. Easy. Hívhatsz. Megvagy. Nem írta a Steam, de csatlakozok. Sokszor szoktam az leddi. Mondom. Tényleg. Hálóra, Sandel. Zsa. Na most nyomjuk el, hát ha nem fogja mégis letéteni a YouTube. Mm-hmm. Azért mert merészelünk játszani a Forma 1 2017 játékkal. Azt írja nekem izét tipnek, hogy a vizes féktáv az, az hosszabb. Tényleg? Baszki. You are now spectating the session progress. Dávid, megint csak spectatelek. Szerinted why? Az előbb kocsiban ültél? Az előbb, igen, már mentem ki pályára. Hogy hívtál meg, hogyha itt vagyunk bent versenybe? Hogy te most ne is beszéljünk róla. Gyere vissza menőbe. Anyám! Hát de most megvártalak, benn voltál. Hát igen, ott voltál. The session no longer exist. Mindjárt kitörli magát a mentés a picsába, mert össze-vissza. Csatlakoztam már. Na, és most válasz ki pilótát. Mondjuk, várj, hogy látom, hogy vagy. Team Select Ferrari. Ferrárkával vagyok. Ferrárkával? Aha. Na, benn vagyok. Jó, akkor redizzél. Ready up. Na, csak jó lesz. Ma is KD2? Hát, ezt előre soha nem lesz megmondani. Szavaztok, hello. Óval, akkor kigurulunk a pályára. Szia, feltettem. Nem nyomtam az intrót, jó, nem baj. Ja, én se, fuck. Na, bennülsz egy autóba? Igen, már választom. Wow. Idáig is eljutottunk, Dávid, 2019-ben. Na. Á, még nincs gumizva a pálya, szóval vigyázzak az első pár körbe. Meg a többibe is jól. Hát igen. Na, benyomom az ét. Max fényerőt monitorom, hogy melegedjek. Hát. Úgyis. Jó az a box kijárat. Örülök, hogy elfér benne az autó. Júj. Jesszus, Feri, majdnem beléd mentem hát. Mi a... Faszántos. Az ez nem rossz egyes kanyar a box utcából. Az, az fasza. Köszönöm, Szandra. Hát ezek a fák a pálya mellett ugyanolyan szarul néznek, mint a 16-ban. Az az a csúszós szarfos. Igen. Lejt is, fölfele is, oldalra is, mindenhogy. És DRS is. És DRS, és old... Jaj, már emlékszem pályára. Úgy ráz. Itt egy rázó kör lenne az egész. Milyen néven mondja le a Spotify? Ja, hát a sok banki értesítést kapok, hogy... Mert nekem bankszámláról vonja. Hülyajaj!
ennyi a pár... Ez rohadt gyors. Amúgy igen. Hát ez a két izi lassú kanyar volt benne, és ennyi. Többi azért 4-es, 5-ös volt. Ja. Mennyi a köridő itt? Nem is tudom, hogy egy má... perc. 58 másodperc. Azért tempós az 1-es kanyar. Érzik. Amúgy igen. Veretős, szeretjük. Ne vágd le ezt a kanyart, ez nem jó. Csak rosszabb lesz. Látom ott a sárga bukkanót. Húzd ki, igen. Az még hagyján, de valahogy úgy nem jó. Nem. Az annyira nem nagy az a sárga bukkanó, mert át lehet rajta fittyenni, de... Nem jó ívre vészre. Ez itt nagyon szar ez a féktáv, mert... Lejtőnek a végén kell fékezned. Uh-huh. Waff Felini. Kanyarba is csak padló? Aha, igen. Időjárás néztünk? Nem. Azt király, mert egyébként eléggé szomorkásak a felhők. Ne vágd le a célegyensáv fordítónál. Majdnem szaltóztam egyet. Annyira nem is rövid a pálya. Mert hát... amúgy van benne 3 kanyar. Hát, jó. De a között hosszú egyenesek, szóval a mergának ez jó lehet. Azt hiszem. Hát nem tudom. Mert a rics. Nem tudom, ilyen kis... És büdös gyökérpálya ez, mert így azt hiszed, hogy semmi nagy cucc, meg ilyenek, ez... Megcsúszol, bám! Az közben... igen. Mondjuk jó, hogy van bukótér. Hát van. Csak a retkes, kavicsos. Belemész, akkor véged van. Ki se jössz onnan. Nem, hát. Elássa magát, mint a terepjáró. Hát ilyenrel onnan ki se tudnak jönni. Hát amúgy, ja. Ha nincsen lendületve az autó, akkor megül. Hát úgy, ja. Megállsz, ott csak kaparoszt ennyi. Elásod magad. Ja. Egyébként lehet, hogy esni fog. Hát, szerintem is. Elég felhős. Tudom, Gergő, igen, ez... Itt van az 1-es kanyar, ami így azt hinnéd, hogy még kell kanyarodni, de már egyenesen kell mennénk. A rázókőn végig. Uh-huh. Azt hiszem. Olyan szar, hogy egyszer a féktáv emelkedőn van, akkor rövidebb a féktáv, máskor meg lejtőn van a féktáv, akkor meg hosszabb a féktáv. Aha. Nagyon fura. Kicsit másképpen kell azért neki állni. Itt is ott is fog, de... Hát, na. Hello Desperado. Nem zavar, akkor jó. Szóljatok a zavar, mert nem tudok valamit csinálni, szóval... Mit csinál? A kamera ugrál. Mit csinál? Ugrál a webcam. Mert ugye a kis állványom van és billeg, ahogy mozgatom a kormány. Azért lehet ott katolni a célegyenes ráfordítóba, csak nem durvan. Hát ha nem a kocsi közepében mész rá a sárga vízbaszra, hanem teljesen levágod, akkor igen. Na ja. Ami verseny, igen, itt is. Hello, Szabice. Csáping. Elég durva. Assist beállítás, mindenki van kapcsolva. Felkiáltál le F1 és ott vannak a beállítások. Akkor Dávid csetjön fel. Na várjál, hát ott az asszisztokat mutatja, nem? Vagy rossz a screen is adoltam. Én mit screeneltél? Hát a beállításokat, az assziszt képernyőt. Hát a... Ja, már Pingóba is küldte, mire kimondtad. Mondjuk nem tudom, hogy ott a bot nehézség ott van. Oh fuck, az nincs ott. Hát a botnak a nehézség az 85, nem? Ja. Még ez a címben meg benne van. Jó screenelté. Zsír.
is egészen kellemetes. Hát versenyen kíváncsi leszek, mi lesz itt. Na jó. Hát úgy bedrifteltem ezt a hajtűt. Szar is lett, de... azért menő volt. Legalább be lehetett driftelni. Így van. De jók ezek a csokonyarok. És érdekes, hogy milyen lágy keveréket hozunk mégis, mikor ilyen egyenes a pálya. Ó, nagyon élem ezt a pályát, te. És mindjárt fal 3-2-1. Csak az a buzi visszafordító, vagy mi az? Jaj, hát nagy fék, nagy gáz. Mármint, ez a nagy gáz, az nem feltétlenül. Nem próbálítás, azt hanem KD-féle szar. Most mi? Hát gyorsan kell váltani fölfelé a visszafordítóba. Az biztos. Féktávon veszettem vagy 1/10-et amúgy ott. Ez érdekes. Jézusom! Ott nem menj ki a rázó kölek szélére. Ott vannak ilyen sárga izé. Mi a szar tényleg? Micsoda? Ott majdnem izé főborított. Fogalmam sincs, hogy mi az, de ne menj rá. Nice. Bedrifteltem izé. Ezt a kanyart, ahol most vagy. Fuck. KD-fél alapbeállítás, hát amúgy ja. Figyelj, bárki be tudja állítani, szóval. Ja. Valami. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az izébel a mergába ezen a pályán. Én is, Perez! Most mennék jó időt, te szar. Vagy ugyanazt eljátszottam, hogy múltkor kitörtem a kerekemet, csak most nem törtem ki a kerekemet. Mi múltkor hogy törtött ki? A visszafordítónál. Mert a búzó a zászló? Aha, visszafordító, vagy mi hajtőkanyar, kigyorsítás. Úgy kidobta a seggét a kocsi, mint a rohadás, hallod? Aha. Soha nem is tapadt volna. Nézzük meg, hogy javítják a kis kínaiak. Jó, jó, gyere már, gyere már, gyere már, hülye gyerek! A kurva életbe! Feri, mit csinálsz? Tehát, hogy Perez, érted? Egy darab szar, egy rakás, egy fos, igen, egy szartartály. Érted? Nem engedett el, egy másodperces izébe voltam minuszba. Majd, jó, az... kicsit túloztam, de azt a mocskos rohadt... Fú, nem fokozom inkább. Vagy is törte a szárnyamat. Neki mentem ennek a buzogánynak. Nyugi, megyek be én is. Popcorn. Na. Hagyjon meg. Törött szárnyal is tartom, érted? Nem bír menekülni. Hello, Mati! Hello, mindenki! Hello! Hát igen, azért az eső az becumban derézná az egészet. Mindjárt megnézem. Ú, de megkívántam popcornt, te. Ugye? Jaj, hol a box bejárat? Nem itt vársz, Pipi. Még azzal nem néztem már a kódot, mert az ilyen kódokat csak egyszer lehet beaktiválni, nem? Ezt meg akartam kérdezni, mert adott egy Forza Horizon 2 kódot, amit köszönöm szépen.
360-as kód, de ha jól tudom, ezeket csak egyszer lehet beaktiválni, és gondolom, hogy beaktiválta. You know? Nem. De Marce, viszek. Szajlott. Felhős... Felhős... Műfatertől kaptam fini orosz vodkát névnapomra, rip kifli lelki egészség. Mi? Épsége? Feri, a verseny végére elkezd majd esni az eső. Gratulálok neki. Nem mondom, hogy nagyon, de... elkezd majd. Megpróbálom hát... De nem fizek hozzá túl sok... remit. You know. Hát az elején jó, meg kell nyomni. Hát ez az biztos. Meg amúgy nem biztos, hogy kell majd estes gumi. Hát nem, igen. Hello, Dani. Mit akarok? Hát ez a pálya nagyon gáz lesz esőbe, hallod? Tehát, hogyha ide olyan eső lesz, hogy eső, interes eső... Nem vagyok benne biztos, de hogy... A lejtőn megállni esőbe, gondolj bele! Lejtő végig a nyarnál. Ez a busz kiárt az... azt a rohadt életbe. Megnézzük, mennyit bír a lágy. Jó, mondjuk... Zárba tök mindegy, de... Úgyis a verseny mondja meg majd, hogy mi van. Vagy mi a... csapat. Ez nem lehet, hogy hátra lágygumit raknak előre, meg közepeset mondjuk, vagy valami ilyesmi. Jó. Olyan nincs. Hát gondolom alapból be van balanszolva keveréken belül is, Feri. Hogy mi kell hátra, mi kell előre. Igen. De nem. Mama. De szépen néz neki. Négyféle. A gumi négy keréken. Azért, aki tudja, most láttam csoportokba, vagyis egy csoportba, ilyen pályabejárós képet, vagy mit. És elvileg van valami... ilyen kiflikék... valami demo gumi, vagy minek hívják, amivel bejárják a pályát. Az real. Demo gumi. Ilyen világos kék, rendesen. Világos kék a gumi. Direkt gyorsan az kopik, az... hogy begumizódjon a pálya, vagy miért? Nem tudom. De én nem hiszem. Csak MotoGP-ben van. Én nem tudom, de akkor mi volt az a világos kék gumi? Na se nem lila, se nem fehér, semmi. Tehát nem izé volt szabad edzés, meg ilyenek, februárban. Csak ilyen kimennek munkázni gumi. Gondolom. Íh! Nem hiszem, hát... Akkor az itt is lenne, másrészt meg nem véletlenül mondja az emberünk, hogy vigyázzál, mert még nem gumis a pálya. Azért nem kis... költség lenne azért venni gumikat, hogy elkenjed a pályára. Hát, jó. Kennedy igaz magától. Új festéseket? Nem. Én láttam egy kettőt. Van valami Alfa Romeo-s, ilyen barna. Na. Félj, Ferrari piros maradt, szóval tök mindegy. Ja. Fejezd már be! Még visszadumál neked? Hát. Az elég jól lehet vágni ezt a szélegyenest. Vagy egy szélegyenes elfordított.
Eddig jobban féltem tőle. Le lehet egyébként. Hallod, fejezd már be. Húj, de szar. Halló. Ez még szerep. Engedd már ki, ne itt ugasson. De jó, hogy előttem vannak ketten. Az mindig. És valószínűleg nem akarnak majd elengedni. Jaj, a fuel. Alonso. Ez nagyon ez egy jó látni, arra. Hogy rektelem Alonso, szóval akkor valószínűleg annyira nem leszünk nagy bajban. Jó, de ez mindig ilyen tizedik helyen van, szóval. Na jó. Hallod, a rázókövön kívül, amik vannak azok a kis sárga pöttyök, tudod? Aha. Amire mondtam, hogy ne menj rá. Hallod? Tudod, hogy menj rá? Úgyhogy a kocsi orrával. Így bele. Engem fölrepített. Alonso, húzd már innen, nem látod, hogy itt vagyok? Á, ezek vakok. Ráülök, érted? Már letolom az ívéről, és még mindig ugyanott megy. Hello, Matt. Van előzési zóna bőven. Mármint van hát... egyébként, igen. Mármint hát olyan tágak a kanyarok, tehát hogy úgy bele lehet dugni. Igen. Az autót. Ah, fuck! Azért nem mindenhol. Mondjad, kecske! A célegyenes ráfordító előtti kanyart nagyon lassan veszik, irreálisan. Azt igen, ott mentem bele izébe. Ó. Be a szar életűbe. Pedig már mindent értek. Olvassalak? Hát, olvaslak. Jó. Úgy vett, csak azt. Ó, oh, ez nem volt, ez kigyorsítás. De akkor az én csetemre írják. Mert nem láttam semmi érdekeset, amit írtam. Én nem hiszem, hogy a kocsik között van ekkora különbség, hogy valaki ennyire lassú. Hát nem hiszem, hogy nem bírnak ezeket vezetni. Érted? Én nem tudom. Ha itt van Forma 1-ben, akkor már csak tud autót vezetni. A 24 kört bír egy lágy. A ultra lágy. Köcsög! Magnussen! Tetszik, tetszik! Pálya! Ez a visszafordító kigyorsítás még lilán se akar betapadni, hallod? Szia, na már nem igazán sikerül kiolvasni nem veled. Valami stream. Matt. Oh, Matt, oh. The Matt stream, aha. Túl sok betű volt egy egymás mellett, ezt tudom. Belezavarodtam. Hát nem sok izé magánhangzó van benne. Aztán az úgy egy kicsit fura. Hívd csak Máténak. Na Dávid? Okay. Hát legyen Matt, de amúgy oké. Okay. Én is Mattnek hívom, szóval. Jó, mondjuk a Mattről már jön a Máté, de... Ja. 85-ös nehézségen játszunk. Dasonuel. Dosa Noel? Bocs, Dasa. Fordító, igen. Bocs.
Bezzeg Doriánból kevés van, nem? Ó, a püdös. Ezt nem hiszem, ezt a kutyát. Akar téged, mennyi játssza vele. Ültesd az öledbe, vezessen ő. Valentin napon, Feri. Elvégre. Igen. Hiányzol neki. Hát csak fiú. Ó. Oh. Aztán... az egy dolog, hogy ő fiú, Feri, de... Ja. Úristen! Célegyenes ráfordítóban levágtam, kicsikét túlságosan. Hát és... majdnem repültem egyet. Hallod? Konkrétan ugratott egyet az autó. Azon a sárga szaron. Tudom. Jó, akkor fogd a bokát. Hoppá, váltani kéne. Azért kopik ez a lila, kopik. A kopik, igen. 10, 9 kört mentem és 20%-os lett. Ha. Olyasmi. Gyerünk, Feri! Nyom neki! Minuszba vagyunk, nem sokáig. Ez a féktáv az egy szar. Fáj. A visszafordítónál. Ez is egy szar féktáv. Ez Ripperino. Torian bácsi. Ez igen, Feri. Box this lap, kussolj már! Szerintem nem mondjad meg. Milyen nem akar-e fegyezni? Fák! De tuti. Lehet, hogy mégis lehet volna. Na. Hát, ha megnyeri. Hallja, tempót lehet venni ezen a pályán. Ha! De akkor az érdekesen lehet majd ezt a lidát feltenni. A harmadik szektor a jó gyors, az tetszik. Jaj, yeah, jaj. Yeah. Hang vagyok-e? Meg lehet veretni az utolsó előtti kanyart. Gyerünk Feri, ott van egy gyújtő! Holy moly. Ezt lerúgtad-e? Még tele vagyok üzemanyaggal. Hmm. Még 8 körrel üzemanyagom van. Meg az új szett. Ennyi kecske. Jobb ott menne, mint át amúgy kaja. Ne! Mi? Pit? Ja? Hülye, nem tudok pitbe menni. Nem az, hogy menjek pitbe. Dori. Jó az a pálya. Á, rip. Mindjárt jön a merga 1-0-6-tal. Aha, be is megyek a boxba akkor.
Ott a Feri megint jobb időt megy! Éljen ezek a közönség, Feri. Hát, jó teszik. Jujj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 
how far our fastest lap is a 1:09.1. Nice. Everyone ready? Okay, let's go. Most szabad edzés van éppen. Ó, Hamilton utánunk jött be. Egy lila gumival. Az egyébként nem rossz. Pedig azt hittem vizessel fogja. Jani kész is a gift szabad... Jami! Mondjuk most Ferenc a pole pozíció, szóval hűha. Feri, engedj előre, aztán felezzük a szubot, vagy valami, na. Jó. Nyomok egyet én is neked, vagy mit tudom én. Flori, lebótoljuk. Mikor az meg kéne futnom téged. Mondjuk, ja, az neked kell nyerni, húha. Ferrari. Utána még Ferenc előtt ott áll a lehetőség, hogy leverjen engem izé versenyen, úgyis ott dől el nekem. Ez egy extra kihívás. Micsoda? Nekem ez egy extra kihívás, hogy mondjuk, ja, időmérünk el elsőnek lennem, ó. Jött eszembe. Úristen, vonatozunk, baszki! Jó, hogy akkor kapsz csak subot, hogyha időmérőn is első vagy, meg verseny. Aha. Ja. Én meg csak a dobogóért megyek. Na hát ez már egy szarkör. Júj. Na nézzük. Menjek egy 1.07-et? Húha. Ez nem úgy sikerült, mint ahogy én ezt elképzeltem. Feri is jól... Szigorítás. Feri is jól megy, csak az a baj, jól megy a falnak is. Igen. Ez gyönyörű volt, Feri. Nem akartam nagyon kormányozni, és így egyenesen bevettem a kanyart konkrétan. Így épp, hogy elfordítottam a kormány. Javítsunk még egy másodpercet, aztán... Jézu! Lassan már fel is olyan készülve. Apukám, milyen drifteltem. Adj már, kecske! Mi a tököm lean-en vagyok, vagy mi? Azért mondom, mint megállna alattam az autó. Fuck! Azt mondja, kaptam csokit Valentin nap alkalmából. Most droppolta a metin. Jösszor. Ú, tényleg, ú, hogy nyomtuk a Valentin napi eventet? Meg az összeset, ami létezett. Ja. Mindig ilyen kis csokis szívet dobott, rózsaszín szívet. Bombonos doboz is kinyitottad, és akkor volt benne valami szar, emlékszem. Aha. Bezzeg, én nem kaptam Valenti napi csokit. Már mint metimbe. Amúgy se. Ugye adnék egy olyan nagy doboz mercit. Vagy ilyen 100 darabos izé, tofifét. Aha. Vagy valami. Hallottad? Aztán ilyen... Ilyenkor... Mestergerenda méretűt. Mi csinálsz? Na semmit.
Feri, mit teszel? Mi? Nem volt semmi. Akkor jó. Oh, come on! Mi van már? Olyan gyorsan mentem be a célegyen zsáfordítóba, hogy végigdrifteltem azért az egyenest. Így oldalasan, de nem mentem neki pont a falnak. Így megálltam előtt. Úristen, milyen cut volt ez! Áj, szar. Kaptam ma csokit. Ki? Titkos oldalója van Janinek. Hello, Lukasz! Azért az para. És emiattan sárgával mi van? Mi? Mondjuk nem futott jó időt. Hát nem. Anyádat vágtam le azt földre. Rip. Ajaj, Vivi ír a csetemre, ez mindig rossz, ja? Ha! Még mindig nem vagy meg? Hát mi a tökömet mentél te? Jó, mondjuk elrendettem az utolsó előtt ide. De a Mercit azt szeretem, az nem csak ki, az Merci. Mhm. Ó, kifejtett a fos. Hamiltont kérnék. És már egy csegis Dávid, fassa. Na. Eddig bírta a House Flipper. Aha. Mi a House Flipper? Bocs, Kevin. Hát ez rib. Jézus, már... Most mentem rá először a kis sárga szarokra. Majdnem meghaltam. Random bespawnolt elém Palmer. Az jó. Mondj valamit, Mo. Hello. Kormányodat jobban hallom, mint téged. Várj, mindjárt. Hűha. Palmert kiállított. Mi a tök... What? Kukába a Discordot. Hát... Tökön ki van vele. Még nem raktatok be. Feri, ne húzogassad már a retkes játékot föl, megverlek. Ja. Hát te vagy a host. Mindenki összvisz teleportál. Az király lehet egy verseny alatt, hogyha valaki csak azért lép be egy szerverre, hogy alatta bolgasson. Hülye, nem a mikrofonnal van bajom, Discordra. Illetve... Hát, ja. Na, Dávid a másik szektorba jobbat ment, mint én 4 tizeddel. És a harmadik szektorba... 3 tizeddel vertelek meg. Mit csinálsz te ott? Jesszus Mária. Na a kecske 5000-re megveszi a mikrofonodat, Dávid. 5000-re megveszi a mikrofonodat, amelyik szar. Mármint ami recseg. Bár még mindig nem van hibás, de megveszi. Semmi gond. Na most már jobb a hangom? Még mindig valószínűleg nem. Kormány jobb, de... Igen, mit csináltál azóta bármit? Közelebb húztam. Ja. Hát de olyan fasza. Szarapálya. Na de még egyenesen mész, akkor is szétesik. Aha. A fasza. Nagyon hallatszódik. Aha. A maximum... Discord Nitro dologgal nem lenne jobb? Nem az hiszem. Mit csinál Nitro? Hát gyorsabb tőle. Gyorsabban megy a Discord.
gyorsabban átjön a hang, és nincs ideje recsegni. Ja. Nem tudom, lehet majd újra telepítem, vagy mit tudom én, ilyen fasság. Mint ugye általában. Anyád lépte át a track limitet. Most azért meg keresztbe jöttem be a box utcába. Nem tudom, Máté. Várjál, kiúzom meg vissza, mondjuk akkor még verseny alatt fog szar lenni, szóval. Ajja. Mondjuk akkor maximum inkább lemutolom magamat majd. Hú, Hamilton majdnem belerepült az előtte lévő izébe. Szattam volna. Valamelyikbe, féktávon. Várjál, újraindítom a... Váltsa vissza a másik mikrofonomra? Újraindítom a Discordot a streamer gépen. Eri a lassz, igen. Jaj, várja. Magamat. Igen, hallok. Hát akkor váltsa már át a másikra. De a másik nincs bent. Hát igen. Ez benne a trükk. Mi? Már én mindjárt jövök, na. Jó. Na, itt vagyok, hello. Várj, akkor ezt le nem mutolom, ezt unmutolom, hello. Hello. Na, most jó. Várj, most meg rohadt halk vagy. Mi van? Most halkabb lettél és rohadtul recseg, most sokkal jobban recseg, mint halkabb lettem most? Jézusom, most hangosabb, de ugyanúgy recseg. És most? Ez mi volt? Mintha valami szél fújt volna. Ja, átváltottam a Mageverre. Hallod akkor a játékomnak a hangját. Na most, milyen? Ugyanúgy szar. Ja, bánat van ezzel. Nem tudom. Kiment az utcára gyors. Nem tudom, mi van vele. Hello. Szar. Hello. Hát, szar. Hello. Menjünk Skype-ra. Szar. Hát. Ez hülyeség. Hello. Hát ez az. Szar. Hangrendszer megváltoztatása. Mi a tököm az a hangrendszer? Megváltoztatom. Én tudom a megoldást, be kell vinni Anihoz, hogy megcsinálja. Na, most hallasz? Igen, de szar. Mi már? Messenger. Hát lehet, hogy jobban működne. Vagy Dávid, bérlünk egy TS szervert, hát most figyelj. Milyen TS szerver? TS szerver. TS szerver. Még adná. Hát az volt eddig a legjobb. Hát igen. De a másik mikrofonod akkor miért nem szar? Hát soha nem szar egyébként. Most, hát annyi, hogy lehetséges, hogy az OBS is ugyanarról a source-ról megy, meg a Discord is. Tehát ugyanarról a mikrofonról, akkor összeakad. De akkor miért egy idő után? Hát igen. Ez hülyeség. Ez ilyen megmagyarázhatatlan jelenség. Tökömet a megmagyarázhatatlan jelenségekbe. Válts vissza. Uh-huh. De ez miért ilyen szar, az Aver médiás? Mert hát messze, messze van? Mi? Hát nem messze van. Ja. Olyan, nem tudom. Ura, na mindegy. Whatever. Szóval, ne gyere ki Ferike, fogóskázzunk. Lélek itt a kutya. Várjál, hogy vannak szektoridők? Nézem. Hát igen, fel. A harmadikban igen. Azért lenne mit javítanom. A mennénk teljesen nem máshoz mennénk, hanem saját felvel, ha lenne. Jó, gyere, gyere felé ki. Ja? Kergetőzzünk. Trász mikrofon. Az még lehet, hogy jobb is lenne, hallod? Hát. Lehet. Na nézzük! Gyere, Dávid! Régen olyan trász mikrofont használtam, jó volt az, azzal videóztam. Emlékszel, az a kis... Hát... A real mikrofonnak jó, nézett ki.
Aha. És egy kis háromlábú állványa volt. Igen. Még az a szél is feldöntött. Szerintem mi? Nem. Ó, odaadtam a volt csajomnak, basszus, és benyúlt a fák! Nem, arról izé streamel! Hát, az, meg a gépét is én raktam össze. Üdes, még webkamerát is adtam, ó, rohadt életbe. Hát. A gépet. Szerinted a felhívom, hogy halod? Kéne! Nincs meg. Átugranék, jó? Kész is ki egy dobozba a kapu elé. Vegyek. Fuck it. Jaj. Feri, lassú vagy? Biztos arra nyomja... nem szabad itt csúnyákat mondani. Még nincs este. Na zsa! Deja vu! Beadta a déjà vu? Be. Vivel még nem jártam így, mert vele még együtt vagyok. Mármint nem még, hanem hogy... Na, szép! Feri, ne drifteljél már, baszki! Ja, én nem, csak elnéztem a féktávot. Te engedd már ki ezt a szerencsétlent. Nézd ki az ablakon. És ugat nem tudom, gyere, hogy mit. Figyelnem kell a vezetésre. Jobban hallod Vivit? Ez király. Sőt, nem az, hogy jobban hallom, hanem most már hallom. Á, a Vivit jobban hallod akkor, mint engem, király. Amúgy igen. Esetleges a kormányom, utána Vivi, utána én. Igen. Catch me if you can. Minden kanyar, akárhányszor hátra nézek, csak keresztben van az autód. A bánat megeszi. Ez meg. Ez egy kormány ASMR, hallod? Még képzeld, az enyémnek is ilyen hangja lenne. Jó lenne. Akkor... Mutolgatom. Rakja rá izét. Mi az? Papírzsepit, vagy nem tudom. Felfogja. Mondjuk, hogyha a mikrofon alá berek, akkor az lehet, hogy jó lesz. Attól még ugyanúgy hallani fogom, mert... Hangelnyelő szívacsot. Várja, itt van egy egész zacskó, vagy mi, zacskó zsepi. Ezt alárakom. Hangtompítót rak rá. Te büdös gyökér, Hülkenberg! Jaj! Ó, elenged. Vigyázzál magadra, kis köcsög. Kisütött a nap egyébként. Amúgy ja. Te kromi. Most nézem. Én nem tudom, Lukasz, de... Én örülök, hogy nekem nem ad ki a hangot. Pedig rezeg. Nekem is. Jóó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 
Hol a 100-as epi videódat, Léci? 100-as epit. Folyik az orrod? Léci! Kösz! Ne! Basz ki a víz! Ráfröccsent a falra, normális vagy? Hát azt ott az szivacs fölfogja. Remem, jó hangja volt a mikrofonban. Ja, jó, igen. Na, ráütöttem egy zacskó zsepire. Mit? Kormány? Nem a... A izét, a mikrofont. Na most milyen? Hát ugyanúgy ad ki hangot a kormány, szóval ugyanúgy hallom. Nem á. De valamivel csak jobb, nem?
Hát majd megnézzük. Majd itt nagyon szokott izérezegni. Hát nem ugyanolyan. Ne már. Itt tök jó ötlet volt. Vizet is hallottam, vagy... Igen. Üveget, vagy ez nem lehet? Vízes üveget hallottál? Hát, vagy nem tudom. Mint az Ericsson, volna. Menj már a gyászba! Már mit akarom mondani? Gyerünk, Dávid, hadcsai! Tépd ki a belit! Két oldalról! Felborítja. Jó, menjünk, Ferenc. Jó. Nekem lesz szélárnyékom, ne menj már le a fűre, te buzi. Fák! Mentem ugyanúgy utánad. Hát igen, ezt nem kéne. Húzott a izé, szélárnyék. Ja. Ha, 40%-osok a hátsó gumiaim. Mennyi? Rosszul látok? 42, meg 30. Az első is 40. Nekem 20. Na jó. És ez megy az meg, nem? Lilám. Úristen, Feri, mit csinálsz? És az első? Jó, az 20%-os az első. Ó, Feri, mit csinálsz ezzel a gázpedállal? Én semmi. De normálatnak adjál meg. Csak egy jó kört. Aha. Ez elszaródott, Dávid, ez rip. Ez akkor mit akarsz feltenni? Menjünk be? Én nem tudom, majd menjünk. Hozzunk esőset. Nekiverted a falnak? Nem. Csak majdnem. Én is. De Máté, az alufólia az nem azért volt ott, hogy elnyelje a hangot. Alufólia? Hát amikor itt voltunk, alufóliát raktunk az asztalra, tudod? Oh. Hogy a állunkon ne legyen izé. Várjál, esetleg tudok közelebb hozni a mikrofonon, várjál. Árnyék. Szikszáz az oda az izé mikrofon állványodra. A másik mellé. Hú, de dzsuvásak a jobb vizégumik. Ezt meg szeretném tudni, hogy mi ez? Itt vagyok. Remélem nem volt hangos, srácok. Na, Feri. Na. Akkor a zsepi az befú... Fúj, ráragadt a zsepi a mikrofon aljár. Szóval... hogy? Semmi. Miért ragad a zsepi? Nem tudom. Valami szar volt jó rajta. Jó kérdés. Adjatok már. Most miért nincsen a játéknak hangja? Azért meg kidugtam, meg visszadugtam, meg izéltem. Sőt, nagyon. Várjál már, Feri, a rohadt életbe. Na gyere, piros gumival ő. Nincsen hangja a játékomnak. Miért? Ez a jó kérdés. Azért, mert felálltál a székből, meg visszaütél? Igen. Ez logikus. Beszélj. De téged meg hallak, na várjál, hát ez... Na. Jó, na. Megjavult. Na. Oké, szóval... Ó, fel fogom ezt szerint borítani picsába. Na, mennyi.
Mehetünk? Piros? Mit raktál fel? Jó. Pirosat. Mehetünk. Várjál, hogy most rakom fel. Engine fired. Nosza! Szóval a kérdésem, most jobb lesz a hangom. Most hova raktad amúgy? Most olyan, nem olyan vízhangos. Előrébb. Bár majd, hogy nem előttem van. Jó, hát nem azt mondom, hogy nem fogod hallani, csak azt, hogy... Rövözd a kormányra! Aha. Feri, te hova a tökönbe mész? Várjál már meg. Ja. Bemelegítő kör. De aha. Új, de be lett gumizva a pálya, most nézem, hogy kis... Ja. Shit. Kíváncsi lennék, hogy... Egy olyan úton, mint mondjuk a mi utcánk, mit mennének ezek a... gumik? Zopelon? Mindent. Ah, mondjuk. Na milyen jobb? Mi? Kormány. Ja, amúgy ja, jobb. Na, zsír. Hova rákba raktad? Most már így a mögötte van a kormány. Hát igen, olyasmi, jaj. És rögtön jobb, pedig olyan, ugyanolyan hangos a kormány végül is, és majdnem ugyanott ja. Van a mikrofon. Csak ugye irányított. Ja. Ja, én meg itt menném a gyors körömet. Vivi fejére! Na gyere, David! Gyors körünk, az már megvan. Ferenc, rajtad lila van, mi a szart csinálsz? Én pirossal jöttem, de köszi. Nekem lilát ír. What? Hülye azt írja, hogy lila van rajtad. Maximum azzal futottam a leggyorsabb kört. Hát de nekem de meg jól jelzi. Nekem is pirosat mutat. What the fuck? Jújj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 új
Ott egy helikopter, Dick. Talán elfékezted? Nem. Akkor mi volt az a füst? Talán eszi az olajat? Hengerfejes ez a szar. Csak izén vagyunk, szabad edzésen. Remélem, Lina jössz te is. Nem. Jó. Szia, nyomom. Miért ütni a kormányt Forma 1 közben? Mi? Fá! De vittán keresztbe jobban adja. Hát nem, épp ez az. Ez itt a gond. Micsoda éveket autózok, rohadjak meg. Ezt a nagyon nehéz ezt a kanyart, hogy normálisan eltalálni. Ah, igen. Pont jó kell ráesni. Ja. Meg lefékezni. Jaj. De hány kiló üzemanyaggal jössz? Nem tudom. Sok. Alapbeállítás. Ja, hát igen, mert ugye rezeg a kormány, nem azért, mert üti. Így van. Jaj, de lassú kanyar volt. Megcsúsztam.
lágy az valahogy gyorsabbnak érződik. Hát igen. A büdös picsába. Telibe vertem a izét. Menj előre. Azt mondod? Azt. Fog majd Lukasz, csak kell vagy 8 feliratkozó, mert egyre jobban esünk vissza. Mert a Rissab az nem számít. Csak az új feliratkozó. A Rissab az megtartja. Ugye? Ja, az tartja, de nem megy előrébb. Na, ha ma lehozod, akkor... Egy új. Ja. Az most jó kör volt, csak szar. Ezt a kanyart itt mindig elrontom egyébként, nem kéne idáig kijönnöm. Én is. De amúgy jó az úgy, ha kimész oda. Na jó tempóval lehet visszajönni, hát, csak hát... Na jó, igen. Csak ott van egy ilyen kis... Emelkedőre mész rá, vagy nem is tudom mi az. Aha, jaj. Magasabban van a... Izé... Rázó. Uh-huh. Ez is így fos. Ja. Ez a fék. Nem, én tudom, hogy... Halló, rapír! Hanyasba is kellene bevenni. Ja, háromsba szoktam. Ja, én is, de... A kettes mégis valahogy kéri. Hú, Feri! Ugrott egyet alattad az autó. Ha nem tesz jót. Az nem. Felfüggesztés, like at this. Azért eléggé... Damage, azt mondja. Eléggé nagy sebességgel mentél annak neki, hallod? Én már láttam előttem a izét. A kitört kereket? Szotizni, amíg te mész. Ma a szotit vetted elő másik kézzel. Azt tudod. Szép volt. Csak nem törte az éki. Hál az égnek. És így boxba bemenet, így letörne. Ja. Ami meggyengült, mi valami. Hú, te mindjárt meghal a blokkom. Úgy gyilkolom. Na várjunk ilyenkor az időmérőre, új blokkot kapok, nem? Tehát itt mindegy, hogy mikor mi van. Én nem tudom. Itt felmennek, visszaállnak a százalékok, mert ugye csak karrierben ja, van, igen. Úgyhogy. Ja. Jó van akkor. De csak multiban. Ja. Ilyenre csak nem cserélgetik itt a félkocsit. MGUM 14%-os. Nem tudom mi az. Ha jól látom, az le, halad a hengerfej, ha jól látom. Az MGU. Jaj! Jóságoség. Hamilton megelőzött a box utca bejáratánál. Mondjátok, nekem jött. Semmi Gergő, semmi. Nulla szárnya. Feri szuper ágyakon van. Szuper lágyakon maximum, de ami nem bagos. Rosszul jelzi. Mikor lesz a verseny? Feri, mennyi van még a szabad edzésből? Mindjárt nézem, most tolnak be. Mindjárt mondjuk. 28 perc. Visszaszponult a szárnyam a box bejáratba. Hatkor lesz rajt. Hatkor. Körülbelül. Ja. Ja.
Az időmérő az nagyjából egy fél óra, nem? Ja. Akkor 30-kor falnak verik a gépeket, jó? Addig még gyere kibóhozkodni. Jó. Csak még szotyozok. Ja. Az első szektorban 1/10-del vagyok jobb nálad. A másik szektorban te vagy jobb 4/10-del. A harmadikban meg én nem tudom, hogy hogy. Amúgy. Ez tényleg, és hallod? Csutkára ugyanannyi időt futottam. Hamilton? 0,039-re vagyunk egymástól. Hamilton az 7/10-re van, az nem tudom mit csinál. What? Jó, hát tudod így etett. A harmadik szektor az neki rib. Hallod? Ja nem. Tehát hol a leggyengébb? A másodikba. A másodikba. Hát ja, mondjuk itt gyors kanyarok vannak. Hozzám képest meg a harmadikba. A gyors kanyarokba. Hát ja, ott a botok valahogy befékeznek nagyon. Hello Feri! Hello. Dávid tépi a kormányát, vagy mi? Mint az állat. Igen, elég nagy szórás. Érdekes. A harmadik szektort egyébként folyamatosan elcseszem már, mint a Cody vágta le jól. Azt kell, hogy mondjam. Mert ott mind a kettő kanyart valami nagyon epikül le lehet vágni, és az utolsó előtti nekem nem sikerült még. Éles helyzetben jól. Meg azt nagyon jó be lehet veredni hatalmat. Igen, az nagyon. A cél egyenes ráfordító az sikerült, a előtte az még nem. Emlékszem is, mert néztem, hogy ez nagyon elcsesztem. Cél egyenes ráfordítóna nehéz, vagy könnyű kipördülni. Ja. Ha túl gyorsan mész. Úristen. Boxy slap, oké, melyek be, várjál akkor meg. Sainz! Mi minden? Verd oldalba! Amúgy bejövök. Track limits, basszus már. Nagy megbüntessenek. Levágtam elvileg a vonalat. Boxba bejövett. Majd tehát átmentem a vonalon. Mindjárt jövök. Hát nézzük ezt az idő. Ha lenne útralágyam, akkor mondanám, hogy megfutom még azt a szektor, de nincs. Szóval... Nagyon sok kiállás lesz itt. Nem röpödöm meg, hogyha 3 kiállás lenne az alap. És akkor még a verseny is beszól a végére. Furcsa. Csinálj magadnak, hogyha nem elég. Én most nem tudok. Haló? Nem tudom. Ezeket a szabad edzéses szetteket fel tudom használni versenybe? Tehát, hogyha mit tudom én. Szerintem, hogy nagyon sok kiállás lesz. Nem? Nem, amik időmérősök így is jobb. Jó, még egy pirosat felrakok. Na Mizu, már mi az a dekkel? Gyere. Mi? Semmi. Tényleg, hogyha az első kerekek kopnak, akkor alulkormányzat lesz az autó, nem mondod. Ezt kimondta. Jeff most itt felsorolta izéket, hogy ha ez van, akkor ez lesz a kocsival, ha az, akkor az. Wow. Megtanít vezetni. Hát, egy versenyzőt. Buzi Jeff. Aki úgy jött ide a Forma 1-be, hogy izé autót se látott, hát. Szerinte. Felkiáltja a kus. Szar.
12%-os gumikon vagyok. Milyen hosszúak az időmérő részek? 15, 10 és 10? 10. Biztos? Nem, Gage, nem. Igen. Nem szép dolog. Na várjál, szóval akkor ugye. Viszont... Akkor viszont már akkor kéne menni. Ja, plusz a betöltések, meg ilyenek. Akkor törünk? 8, 15, 12. Húha! Mi? 8, 15, 10, 18, 15, 12. Akkor Feri, a célegyenes végén. Már is. Beállok mögött célárnyékba. Fog... Ja. Oké. Okay. Célárnyékba benne leszek. Rád tolok egyet. Csak egyenesen, 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 egyenesen. Menjél már, menjél már, menjél már, nyomjál már, nyomjál már, baszki, nyomjál már! Hoppá! Beköszönt azért a kerék. Jó, ez jó volt. És egy kiszállsz, nem? Semmi gond. Nagy az időmérő. Jó. Szép volt. Igazi teamwork. Engem visszadobott beléd. Már ön... Jó, oké. Okay. Jól van. Na, itt vannak a szabad edzés eredmények. Kifejezetten jók. Kifejezetten jót mentünk. Hogy Hamilton meg Bottas-on mi van? Nem tudom. De nagyon remélem, hogy ez így fog maradni, és akkor király lesz. Hát, jó, mondjuk egyébként mindig itt szokták behozni. Tehát most etetnek. Ja. És most kifogják a halat. Ez így van. Basszus, mi a... Mi? Gondoltam én leszek a leggyorsabb, aki kimegy a boxból, és nem. Q1 kezdődik, kvalifikációs szakasz első része. Qualification! 6 órakor rajt. Reméljük. Ja. Plusz-minusz 5 perc. Majd tehát plusz. Minusz biztos, hogy nem. Érted, miről beszélek, na? Hát előbb, igen, előbb nem nagyon tudunk ezzel. Zsíros a váltom. Köcsök popcorn. Hát. Azért apa ír, hogy 6-kor tudjuk kezdeni a verseny. És mi már nagyon jók vagyunk. Jézus, de már... Veled mi volt? Tehát, hogy a szabad edzést off voltok, és most jön az időmérő. Ja, elég volt már itt edzésekben. Ismerjük már a pályát, jó lesz az. Mentünk vagy 25 kört, vagy nem tudom mennyit. Bőven jó. Ja. Ez a bennyinkor, amikor egyszerre nyomjuk mind a hármat, akkor azért ez hosszú és rövidíteni kell rajta. Ja. Meg kirold az agyunk. Hm. Ja, még az a 20 perc nem számított volna, de... Az. Legyen 6-kor az rajt, ez szép kerek szám. Ja. Ó, hogy veregesselek hátba, nem fékeztem le, most itt megyek a másikon. Nem baj. Menjünk egy jó időt, az hello. Ennyi. Időmérős edzés, ennyi. De amúgy jó az a szabad edzés, ez kell mindenképpen csak. Az kell. Na. Maxon van ez a motor, hát alig bír felmenni a helyre, basszus. Már néha gondolkodok, hogy visszaváltsak neki egy fokozatot, mert... Fullad. 10 000-es fordulata, érted, mindjárt lefullad. Csába. David. Elég ijesztem pedig. Nice. Ha nem engedsz el, te meleg. Kösz. Nem mondtam semmit. Nem vagy az, eskü. Szóval, mit csinálsz? Normális vagy.
Stroll. De én nagyon elcsesztem a harmadik szektorban a utolsó előtt. Aha. És körülautózza! Megcsinálja! Vagy. Igaz, hogy elengedett, de... De azért körülautózza! A körülautózás, az körülautózás. Akár elengednek, akár nem. Azt a rohadt, Feri! Pedig csúszkál, mi van? Fos. Egy hét. Ott van! Hello! Hűha! Fel kell kötni. Megvan az egy hét. Végül is, csak nagyon a végén vagyok. Jó van, jó van. The tank is empty. Hát nem mondod, most tolnak be engem a boxba, tesó. Én is úgy mentem a városba, hogy lehet, hogy nem jutok haza. Sose látnak többet. Beindítottam a kocsit és nem mozdult meg semmit az izé. Az üzemanyag mutató. Úgy indultam el. De konkrétan semmit. Már egy kicsit nice. Oldalra dőlt a kocsi és... Ja. Ezt is megtanultam, ha jobbra dől, akkor kevesebbet fog mutatni. Még utána vissza. A box! Ó, itt is van egy ilyen út. Nem feltétlenül szabályos, de van. Van, jó az. Leásták, Junior. Ú, de kulás a gumi. Ja, mert nem mentem a fűre az arra. Bottas mit ment? Hát akkor az ennyi, Bottas, mindjárt megnézem őket, hogy... De szerintem azok még ki sem mentek. Azok mindig a... Akkor ki kell menni, izé! Kilökni őket! Aha. Az utolsó körbe. Bottas kim van, már kim volt, de Hamilton az még... Lehet, hogy nem. Akkor Hamilton mindegy. Valamelyiket meg kell répázni. Hamilton még nem ment. Man of the mission. Hamiltont megölni. Hamilton, mi van? Hamilton sárga háromszög. In garázs. Ja, jó, garázsban. Bottas kérlek szépen 1.92-t ment. Ő le van maradva, mint a borra való. What the fuck? Ez nagyon szar idő. Két tizedre vagyok tőle. Vagy te tőlem. Na. Első szektorban szinte ugyanannyit mentünk. Aha. Másodikba is. Harmadikba ott van a másfél tized. Meg kutya elásva. Ja, meg az elsőbe egy fél. Ja. Hamilton kiment! Ó, már mindegy, mondjuk ennek. Nem, ha most kimegyek, akkor... Júú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 ú
lehet. Persze a fölött is szimulátor beállításokkal játszunk, sportszerűek is vagyunk, nem kell aggódni. Kedves nézők. Mindig. Ó, nyomjad! Hoppá! Az utolsó szektorban pont annyit hibáztam, hogy ezt pont be tudtam hozni. Szevasz, Feri! Csá! Na! Az már nagyon messze van, hülye. Ezt hogy akarod utolérni? Nem akarom utolérni. Mert... ja. Most fog jönni egy gyors kört. Én meg százzal végigporoszkálok a pályán és várom. Lila időt futottam ebbe az első szektorba, Dávid, úgyhogy százzal jövök. Hát figyelj. A jó év sokat számít. Hát. Meg a gumizott pálya. Ja. Csak nem a sebességem múlik minden.
Te grozsolom vagy. És tényleg van egy másodlagos... Nem sárga zászló. Box. Ennyi kecske. Nice. Nem, ez csak tavaly volt. Mit csinálsz vele? Hát... Ez élek. Hogy hívják, amikor autópályán beállnak elét fékezgetni? Jaj, lementél a pályára? Piros gumival van. Jaj, te nem fogsz beférni az első 10-be, jaj, egy kicsit lelassult az autóm, hallod? Nem tudod, mi lehet a baja? Megnéznék a Mercinél szerinted? Jaj! Ja, de várjál már! Amíg mehet kört. Én nem támogattam azt, amit Feri csinál, jó? Várjuk, hogy... Neki mentem. Már megcsúsztam. Ó, de kár, csak... Ó, nem, most tud izét! Nem... Én törtem szét, mert a hátsó kerekének mentem neki. Rohadj meg! Hát a defektet kapott. Hány perc van még? Most jövök ki a szélegyenesbe. Felváltva. Nem bántam. Ám ő már elment jó kört. Ja. Rohadjon meg. De biztos örül nekem. Kíváncsi vagyok, hogy hanyadik. Kíváncsi lennék. Én is. Itt be. Á, most megy egy jót, az... Rip. Stoll. Az új Form 1-es autókon van féklámpa. Lol. Ja. Egyébként ez nem is értem, eddig miért nem volt. Te ne tud lekövetni, hogy hol fékez. Gondolom. Érted, izé, Verstappen leköveti Hamiltont, azt egyből izé lesz a világbajnok. Hát... Egy féklápa miatt. Verstappen és féklámpa. Péklámpa. A lámpa az volt, igen, az a... Mi az? Erővisszatöltés, vagy a tököm tudja mi az. Hát végülis az is féktávon világított. Tehát majdnem az is a vizét jelezte. Fékezést. Nem tudom a pontos nevét. Tizedik lett Hamilton, érted? Rohadjon le a feje. Igen, Gergő. Hát, na. Megkezd. De 0,053-mal vagyok le. Helyes bitch. Na, ennyi lesz. Ó, 0,083. Az is valami, nem? 3000. Hello, Colin. Tényleg, van olyan, aki nem nekünk szurkol ebben ebben az idényben, amit most mi játszunk, hanem mondjuk másnak? Vivi, kicsit késlekedve, de felemelte a karját, oké? Okay? És kinek? Okonnak? Zsíros kenyér Alonzónak. Végül is? Párat láttam már. Érted, nem is azért nézik végig, hogy lássák, hogy mi mit csinálom, csak azt, hogy végén az a hanyadik helyen. Le van a szarva. Mindenki. Mindenki másnak szurkol. Hmm.
Nem, én azért láttam, az Alfa Romeo-nak a festését. Az maradt meg benne. Nagyben. Perez a negyedik, hoppá, hoppá! Hm. Ja, még nincs itt Hamilton. Legalább itt itt van Alonso, hát jó. A lerohadok annyi gyors körtmények. Ezen a cseten neked. Ezen a cseten neked, nekem is. Látlak ám! Nem rossz. Hamilton az nem is megy többet, az tizedikben van, ennyi, szevasztok, kész. Ennyi, hello. Én annak szurkolok, hogy minél hamarabb összetörjétek a kocsit. Ferenc, minden már... What the fuck? Hm? Mi a harmadik szektoromra, túristen? De te a másodikba... Jót mentél nagyon. A harmadikat meg elpusztítottam. Olyan kátokat vertem rá. Hát nézd meg Bottasztot. Mennyit kap, úristen. Hát az... Igen. Sokat. Majdnem egyet. Csak a harmadikba. Nagyon jól lehet vágni. KD 1-2. Egészen gyanús ez így mára. Hát jó. Nem na Bottas kimegy de... piros gumival. Wow. Veszélyes. Bocsánat, piros keverékkel, hogy pontosak legyünk. Nézzük Bottaszt. 3 perc. Az időmérő végéig. Illetve a Q3 végéig. Q1, bocs. De bevernék most egy hambit. Adj már. Úgy tegnap hoddogoztam. Hoddog? Meg ma reggel is. Ja? Otthonra? Aha. Hát én saját hoddog. Tegnap az így értem. Virslit is. Virslit is. Saját virslit. Saját bucid. Tegnap néztük a... Így értem anyátokból egy olyan részt, amiben a város legjobb hoddogoz... hamburgeresét keresték és... Érted minden... 3 percenként volt olyan jelent, amikor így beleharaptak egy lassított felvételre egy hamburgerbe, és így rohadt életbe. Hát utána jött egy hambi. 2. Szabályokat láttam, az újakat. Szintemelés lesz. Nem. De ha felvilágosítasz esetleg, ha tudod? Lehet, hogy ugrok majd a Tesco mellé. Tavaly azért nem lett itt KD 1-2, mert utolsó körig kifagyott a 100-as benzin. Hát meg én ki is estem egyébként, én széttörtem magam, azt hiszem. Tényleg? Azt hiszem. Lehet. De ja, lehet, ja, én meg szabad edzésem, meg ilyenek, szóval volt ott baj. Lassan telik az az 1 perc. Hú, hát ebből 6 órás rajt, hogy hogyan lesz. Így. Hát, mivel 10 perc... Ja? 15, hát... Hát sehogyan. Hát 6 után fogunk csak. Ja, ja. Na mindegy, hát menjünk be legyünk. Én egész héten egy úgynevezett titán burger toltam ebédre Zalakaroson. 2000 volt csak a burger. Hát de annyiért már vetközzön is előtte, meg izé, meg masszírozza meg a hátam, de nehogy már 2000 egy burgert. Jesus. Hát Feri, mi mennyiért vettük ott a dingivel? 9.50 volt a... meg a burger. Valami olyasmi. Olyat vettem. Azt akkora volt, mint a fejem. De szó szerint. De az tényleg nagy volt, az állat. Pakson múltkor ettünk 500? Ja nem, a... az mennyi? Mi ez a hang? Melyik? Ja, az a játékban volt? Ja, ezt is már... Na mindegy, azt hiszem, hogy 700 nagyjából képzelj el egy lángost, azt a jó strandos lángost, félbehajtva, és telenyomva gyrosz hússal. Meg gyrosz szósszal. Aha. Azt tettük. Há, Bottas lelassította az egyik. Hamilton. Hát az mikor ment? Jó, mondjuk szarkört ment, de mikor? De még mennyire? Nem tudom. Ultra light-jal. Kicsa volt? Jaj, fürdőn belül büfében. Ó, hát igen.
levegőt venni is, drága, hagyjuk már. Ott 3000 is eladják azért darab sült krumplit. És megveszik. Egy kör, az jól, és kész. Ma ettem 1350 Burger Kingbe 2 hamburger közösség. Hallod? Hát, igen, úgy is lehet. Most menni, vannak ilyen heti kuponok. Múltkor azt tettük, mivel heti kupon, 2000 érettünk, 2 Whoppert, 2 sajtburgert, 2 kis burgonyát és 2 nagy üdítőt. 2000 ér. Menj már. Alapesetben egy Whopper menü 2000. Tudom, úgy igen. Rohadt menő. Azt így sírunk, hát, hogy Rikónál tudjunk 50-be enni, azt így olcsóbb volt, mint a Rikónál 50-be vettem volna. Hát amúgy, ja. Most mi, izé, gumira megyünk, ugye? Vagy mi a tököm van? Ja, egy gyors kör és kész. Akkor itt is csak az első 10 a lényeg. Ja. Hát az elsőben az első 15 volt a lényeg, most meg a 10. Ja, 15? Ja, tényleg 15. Anyád csúszkál hátra már székkel. Maradjál már tőlem már. Én szuperlágyon megyek. Vagy mi? Ultralágyon. Ne, most jön ki az egyik bánat. Jó. Hát szerencséd van, David Hamilton lesz előtted. Ajjaj. Jó jön. A gyors körét el tudom rontani így. Feri. Hogy lemaradtál-e valamiről? Igen, autók mentek körbe-körbe egy pályán. Erről mindről lemaradtál. Magnussen. Menj innen kis csíra! Értem a leggyorsabb kanyarba, és belefékez. Hallod? Hogy ment volna inkább... Nem mondom. És... Úristen! Jó, még így is jó lett. Benne vagyok a top 10-ben, az biztos. A Ferrari top 1-2. Hamilton jön mögötte. Tudom. Nem sokáig. Mármint... Kanyarokat jó szaftosan vegyed. Úgy. Így lightosba. Bakker, ki fog fogyni az üzemanyagon? Megint tud menni majd jó. Nem fog. Hát ilyenkor még egy levezető körre van. Jaj, Bakker, csak nem neked mentem. Jaj, nincs első szárnyam. Hú, bocs. Jaj, neked mentem. Kicsúsztál? Jaj! Ah, nincs első szárnyam, azért nem tudtam menni bele. Mi az, hogy nincs első szárnyam? Hát neki mentem ennek a fostartálynak az előbb. Magnussen, vagy ki volt az? Ebbe a hatos kanyarba, érted? Ebbe a gyorsba. Csá, Feri, megtollak. Baszki! Kösz szépen. Az igen. Az igen. Ez mondjuk logikus. Én vagyok a hossz egyébként. Mert bocsánat. Igen, hozzád kéne igazodnom, de hát... Dédave. Rendesen ki van írva meg. Ferenc. Ott van a Búval Bélel tekintetem is. Gyönyörű. Micsoda különbeállás. Gyertek már a hajszárítókkal, srácok! Még engem szárítanak. Figyelj, mindjárt kiszaladnak hozzád. Hogy ma ott vannak? Nem ott vannak. Azért megkentem így is a gumikat.
Na nézzük ezt a fos. Már megint tizedik Hamilton. Nem, kikerült. Bejöttek elé. LOL. Kölcsök Hamilton! Jó, meg is kimegy egyet. Nincs nem, ki, de kim van. Vissza kell jönnie, levezetőm van. Kört. Nem, az nem fér bele. Második lett! Mi van? David második lett. Az erős. Ez az. Jó, még nagyon szar kört futottál, de... Meg mind a ketten. Kijöttek elénk a bluffejűek. Igen, igen. Kalácsképűek. Köcsög. Hát figyelj. Jó az. Easy. Jó, hát meg így is. Kaptasd csak a gumidat, köcsög. Hattal van mögöttünk, 0-6-tal. Nem, Colin, nem szabad. Ez rengeteg. Mondjuk másik szettel ki lehetne menni gyakorolni, de... Why? De why? De why? Na jön be. Igen? Kövibe kell majd jót menni, ja. Hát jó. Ott meg lesz. Vagy csak 10 lesznek kint. Jó van. De rohadt meleg van rám, rohadt a nadrág. Miért csak az egyes szektornál írja, hogy ki volt benne a legjobb? Nem tudom, szokott ilyet csinálni. Lehet, hogy azért már még nem mindenki futotta meg a... Hello Monster! ...idejét? Nem tudom. Track is pretty empty right now. Lots of space. Pretty empty. Lot of space. Egyébként ilyen ilyenkor kell kimenni. Hát ja. Mindenki úgy csinálja, hogy kimegy egyet, visszajön, vár, kimegy egyet. Pretty that's all. Vedd le, úgyis csak Milla látja. Ja. Mi az? What the fuck? Itt. Ti. Szóval, ja. De jó, hogy mindenki bejön. Hát elfogytak az emberek. Nem megy már senki. Hát igen. Massza most veri a... Ja igen. Mi? Nem tudok embert váltani. Ez a aktuális idők közül, Junior. Jaj, mindenkinek le kell futni az idejét, mielőtt meg kiírna a szektor besteket. Középső szektorba elpusztítottam, hogy mondtad, mi a szar. Első szektorba tartottam, király volt. Harmadik szektorban meg az a lufi képű... Igen. Jó. De nem kell kimenni, mert nem. Mert ezzel a gumival fogunk rajtolni, amivel most mentünk, és nem kéne elkoptatni. Ez így van. Azért mondom, nem kell kimenni, max másik keverékkel gyakorolni, de... Itt már jobb időt nem fogunk menni. Nem. Meg még az egy keverék szóval is. Itt csak annyi a lényeg, hogy benne legyen top 10-be. Kövibe kell majd. Miért megy a massa? Én sőt nézem, mert nincs más. De most már van grozsom. Milyen kis... is jön ki. Eddig neki nem a kormányom van a izé. Kajol. Nézzük, milyen kis szabályosan megy. Cső. Nem vágja le a kanyarokat, nem egy kis pályáról. Már nem mintha mi levágnánk, csak a határértéken belül. Így van, a szabályosan. Nem igen. Szól érte senki, akkor lehet. Ez miért húztak ők majdnem a fűre? Nem tudom. Ó, Pingu Prime majd csak 3. 3 dollárért már feled. Ja, be kéne majd aktiválnom Prime-ot. Fú, jó, lehet izé ingyen játékokat letölteni, meg ingyen filmek vannak, meg tököm. Azt tudom, Pingu, de 6-ot írta. Te lassított felvételbe menne a csáva. Jaj, azt hittem már ilyen lassan veszi ezt a kanyart, ez közben ki bejön, úristen. Na, Bottas. 6 dollárért nekem jobban megéri, jaj.
Bottas azért űzi. Ez jó, azért lehet, hogy az egyes kanyart, az, ha egy kicsit cleanebben vennénk be, akkor nem lenne rossz. Lehet már. Mi volt az ebéd nálunk? Hát én megittem egy fél liter banánturmixot, így egybe. Mondom, szépen leülök, elkortyogatom, hallod, csak ittam, azt elfogyott egyszer, csak nem is értem. Meg izét. Azt hittük, hogy a szittyóból pizza alakú, vagy pizza alakú, szív alakú pizzát lehet rendelni. De azt mondták, hogy nem, szóval csak egy kerek pizzát ettünk. És miből gondoltátok, hogy lehet? Nem tudom, Henny mondta, hogy hallotta. Én még így megkérdezem, hogy úgy hallottam, hogy lehet, hogy úgy hallottam, hogy szív alakú pizzát hoznak ki, és így nem. Ennyit mondott rá, hogy nem. Semmi izé, hogy hát nem, meg okay. Nem. Így elvágt, hogy nem. Mondom, akkor nem lesz. Szitjóból még mindig visznek pizzát? Aha, és marha jó. Igen? Aha. 1003-é, izé, kukoricás, sonkás, sajtos. Meg volt rajta cucc rendesen. Igen, 1003-é. Ez a három cucc volt, de volt rajta. Aha. És ez egy személyre, vagy két személyre? Hát, 30 cent is megettem volna mondjuk egyedül. De lehet kérni 42-est, és azt gondolom, hogy 2-300-zal lehet több. Hűha. Maybe. Egy győzelemért egy pizza? Nem na. Tudom. Abba benne vagyok én is. Jó deal, van motiváció. Értelek, hogy kell ezt. Nem, ez úgy volt, hogy Henny meg Milla akarta megenni, csak ők nem ették meg, és én a maradékot megettem. Oh. Aha. De arra a fél liter izére pont elég volt banánturmixra. Hány szeletet hagytak? Kettőt. És a kettő de... lány evett annyit? Őristen. Ha? Nem értenek ezekhez. Bowlingozáson a 30-esöt megettem egyedül. Hát. Jó, egy szelet megmaradna. De húsimádó volt. Mentségemre szóljon. Visszanézem ezt a versenyt. Minek? Tanulni egy bából, vagy mi? Szar volt-e felé? Nem, menj vissza. Jó. Ideális ív közepén én kékes. Azért, húha, elméltem, mit csinálsz? Kicsit benézsz az ívet. Hát 42-est is bevágnék, ha nagyon éles vagyok én, és csak mondjuk jó 11-kor reggeliztem, mert... Ja. Ja, azt hittem már ő is, mi a szar? Nagyon fura íveket megy. Azt rohadt mi az, hogy a fos? A... Mi az? Én is őt nézem. Ja. Ja, akkor végig rosszul mondtam a nevét. Jó, szóval... Azért mondom, hogy mi... Hát érted, abban a pillanatban lett 80, ahogy beért. Igen. Ezzel járnak ezek ki jobban, mint mi. Hát mekkora szar már. Ja, én megpróbálnám, olyan büntit kapnék. Olvassam-e Danit? Már nem is látom. Na, 1 perces Q3. Ja. 6-os rajt ez nem lesz. De... Egy 6 óra 10 perckor. Ja, ott van. Feri, láttad, amit küldtem az autó zónos instátokon? Hát ha most küldted, akkor még nem. Ha ma küldted. Mi? Hangja volt? Nem. Lol. Hát ha te is hallottad, akkor én is. Hát én nem, csak... Múltkor vettünk egy 60 centiset, a felét én nyomtam be. Mi? Anyádat, azt! Ja. Még valami? De érted, ez hangerőszabályzó, rámész, hangerőszabályzása, és ha csengetést akarod állítani, elindítja.
Ébresztés hangereje elindítja. Igen, csak úgy tudod állítani a hangerőt, hogy elindítja. És reggel le akartam halkítani a telefonomat, hogy legközelebb Vivi ne kapjon már szívinfarktust, amikor beindul az ébresztő, és nem mertem halkabbra venni az ébresztőt, mert akkor elindul az ébresztő. Mi a tökön? Hát gyorsan, hogy le kell húzni. Jaj. Hát. Mekkora szar már? Eddig hát, nem ilyen volt. Ezért a ébresztőt. De szoktam, csak mindig föl kell előtte. Bogi. Ready. Kicsit lassan nyomtam rá arra a kiállásra, de annyira nem rossz. Némítás gomb. Hát de le volt némítva a telefon, és ugyanúgy izé, és utána be kellett állítanom, hogy a némítás igen, mit némítson. Lenémítod, és a csengő és utána bekapcsoltam, hogy igen. Állítani. Utána bekapcsoltam, hogy némítsa az ébresztőt is. Az ébresztőt mindent külön lehet állítani. Meg nem tudom, hogy akkor némítja, vagy rezeg, vagy... Nem tudom. Rezeg. Nekem rezeg az ébresztő. De amióta a 9-es Android van, azóta minden más. Ja, hát én azóta tekerjem. Nem állított ébresztő. Bele a lefolyóba. Mit, akkor így érzésből kelsz fel? Hát mivel minden nap 8-kor kelek körülbelül, azért minden állítsak be. Mindig csak ki kell kapcsolnom. Mert nem csörög. 8-kor felkelsz még föl. Így is, hogy nem kell egyik nap se korán kelned? Aha, úristen. Hát jó, mondjuk ma sikerült vagy 9-ig aludni. Wow. Egy de igazi rossz hívő. Ajnál lefekszek és ugyanúgy 8-kor felkelek. És utána egy darab szar vagyok egész nap, szóval nem is értem. És nem bírok visszaaludni, érted? Na. Jöhet az a KD1-2, igazkodik? Aha. Várjál. Basszod az ébresztő! Na Feri, most jelzett a telefon, hogy csináljam meg a napi dolgaimat. Látod? És kinyomtam, és rohadtul nem fogom megcsinálni. Ha csak nem szundizom a verseny végéig 10 percenként. Nem mered. Hát én fölkelek 8-kor, én nem felejtem, hogy meg kell csinálni, mert úgy unatkozok, hogy megcsinálom. Nem is streamelni délelőtt is. Hát. Mindig amikor akarok, akkor vagy izé, délre vigyél már majd az állomásra, meg ilyenek. Hát ez az, le kell kúrni az asztalra, hogy nem. Hát jó, csak akkor... Anyádat! Na lekúrtál az asztalra, látom. Mi az, hogy P2? Jobbat mentél, mint én! Kajak! Hát falig mentem az izé, a célegyenes ráfordítóba, úgy kiizétem. Kap már, behallod életem legjobb köre is. Én azt tudom, egy 7-6-ot mentem. Jesszus Mária! Én 1-7-7. Mi a tököm? Ja, nem tudom. De Feri, ne állj már meg előttem, mert... Ja, kivasallak, igen. Hogy beugrottam, hiszen... Kovics már... Tudom az áramba gyorsan. Mindegy most már, mert... Mehetsz, még van annyi időd. De nem, mert akkor meg kifogy a benzin. Ja, hát úgy még megyek, ja persze. Fák, Feri! Te mit mentél? Te most elengedtelek, most visszaengedett, hát hülye ez? Tököm, itt beszélgetünk közben, ezt jobb időt futsz, mint bármikor máskor. The tank is empty. Igen, Junior, már próbáltam, olyan rohadt ideges voltam magamra egész nap utána, hogy kicseszek saját magammal, hogy azt el nem tudom mondani. Mondjuk, amióta meg már a QR-kódos WC-be, tehát ugye úgy van a ébresztőm, hogy addig nem hagyja abba a csörgést, amíg le nem megyek a WC-be, és a WC-ben le nem olvasom a QR-kódot. Na hát ez egy
Akkor most hogy tudod kinyomni? Hasonló mazoizmus. Ez a másfajta ébresztő. Ez a ja. gyári ébresztő, ez egy külön alkalmazás. A Sleep as Android. Aztán... Ja. És ha már nem vagyok, akkor már arcot mosok, meg... Úgy azok meg ilyenek. Aztán utána felmegyek, és így... És már így... Visszaalszok a picsába, de valamikor nem. Persze, hogy van ilyen. Rohadt menő. Jó, úgy működik, hogy a QR kód... Tehát bármilyen QR kódot megtaníthatsz neki. Mutasson az oldala... A QR kód egy poresz oldalra is. A lényeg az, hogy kéri a telefon, amikor beállítod, taníts meg neki egy QR kódot. Utána azt elhelyezed valahol a házba, és kész. És addig nem hagy békén, amíg le nem olvasod a QR kódot. Nem tudod lenyomni, érted? Ja, akkor egyszer megmutatod neki, és akkor megjegyzi, gondolom. Igen. És utána ugye benyomod, hogy mikor... És neked mondani. Milyen oldalt hozd be, vagy mi az? Kiskutyás weboldalt, Feri. Nem hozza be. Ki kell nyomnod utána? Nem, egyszerűen ja. csak kivágtam egy QR kódot, és megtanítottam vele, és kész. Nem hozza be a weboldalt, csak lenyugtázza, ja. hogy jó QR kódot olvastam le. Keresek egy QR kódot a kávéfőzőn. Na, például. Hello, Bendy Landy. Na. És ide? Kecske írt, hogy segíts majd neki megmutatni, hogy hol van. Sleep as Android. Beállítások. Ébresztés. QR kód. Kész. Dávid, az első szektorban... Mi van? 3/10 vagy lemaradva. Mi? Jó, mi? De kaja. 17-1-et mentél, én 16-8-40-et. Ez bug, tuti. Elromlott a játék, szar az egész. A másik szektorban jobb voltál 2/10, és a harmadikban jobb voltam egy izével, egy semmivel körülbelül, de jobb voltam. Na nézzük Dávid gyors körét. Hát, ha elszarja. Hát itt tudtam egy kicsit javítani, de nem, ez lószar volt. Akkor nem itt van a bukásom. Sleep as Android, kecske, az a alkalmazás neve. Igen. Leírjam? Így se nagyon. Ugye rákeresek. E-mailbe akartam rákeresni, what the fuck? Igen, alkalmazás. De mi a payload csináltad a felezési szektorban, ezt nem értem. Fogalmam sincs. Ugyanúgy mentem egyébként normálisan. Ezt itt 4-esbe veszed? Én 5-ösbe szoktam. Feri, szerintem eltörtem a kormányt, úgy vettem az utolsó szektort. Nem, jó, oké, egyben van. Megvan a palapozíció! Tudod, hogy meg... Hallod? Tudod, mennyivel lettél első? Na. Hát ott az ujjamat nem raknám be, csak egyszer mentünk volna. Sőt, annyi a különbség, mint az ujjam. Szélességbe. Szét év, hogy mi az. Megyek én is egyet. Meg felveszi este a horkolásodat, utána megmutatja reggel, hogy mikor horkoltál, meg mennyire aludtál jól, mondjuk az óra kell. Lenyomoz! Jó. Hallgat. Mint a Google, ami nem igaz. Hát. Ilyenkor felvillen a kijelző, aztán szar. Mikor hangokat észlel, ja. I don't know why. Tehát ha ugatna bent a kutya, akkor miatta írná az, hogy horkolok? Felkapcsolja a zseblem. Amúgy, ja, igen, bármilyen Nest felvesz. Hogyha szellemek járnak a házba, azt is. És utána vissza tudod hallgatni? Aha. Haza. És egy okos órával együtt a mély alvásodat is kiminősíti. Ami nem rossz. Amilyen csodálatos mikrofonja van a telefonnak. Meg ugye diagramokat állít arról, hogy mennyit alszol, tehát ugye bekapcsolás és reggeli ébresztőlenyomás közötti idő, és hogy beállítod, hogy mennyi az optimális alvási időd, és akkor csak beállítod, hogy ideális, tehát hogy mit tudom én, este lefekszel bármikor, megnyomod, rámész, hogy ébresztőbeállítás, mert tehát alvás megkezdése, és
ott van egy ébresztés hozzáadása, és akkor rányomsz arra, hogy ideális, akkor nekem be van állítva 8-szor az ideális alvás időm, így beállít 8 órával később időpontot. Tehát, hogy érted? Akármikor fekszel én le. Én nem tudok rámenni, hogy most alszok el, mert utána nem tudok elaludni, előveszem a telefont, nézegettem, megint megpróbálok elaludni. Viszont a szundi funkciót ezt ki kell kapcsolni, mert alapból van szundi funkció beállítva, és akkor már semmit nem ér a dolog. Ha nincsen bekapcsolva a szundi, akkor addig jó, lehet vele szórakozni, hogy egy kicsikét kitoljad a bekussoljon, meg ilyenek, de tehát olyan van benne, hogy elkezd, nekem úgy van beállítva, hogy egyre hangosabban kezdjen el szólni a zene. És elkezd szólni, viszonylag halkan, és akkor rámegyek arra, hogy oké, QR kód beolvasása, és a felső jobb sorokban elkezd visszaszámolni 60-tól. Hogyha a 60 addig kusba van, amíg visszaér, amint leér nullára, újra elkezd szólni az ébresztő, viszont akkor már olyan hangerőn, amely addig felhangosodott a háttérbe, érted? És azt szoktam csinálni, hogy félálomba vagyok, és nyomkodom a hosszabb időmeghosszabbító gombot, és mindig felugrál 60-ra. De hogyha félálomba kerülsz, akkor abba hagyja az ujjad a nyomkodást, letedik a 60 másodperc, és ilyen rohadt buzi hangosan bele a füledbe a Hollywood Undead, és így olyan szinten szoktam színfartos kapni, na akkor felébredsz. Akkor úgy felébredsz, amikor úgy összefosod magadat. Azt szoktam, hogy így leteszem a telefont és így nyomkodom az ujjammal, vagy azt is megfigyeltem, hogy ha eldöntöd a telefont valamelyik irányba, akkor azt is úgy veszem, mintha megnyomtad volna a plusz gombot. És azt szoktam, hogy így a telefont így a kezembe tartom, és így rázogatom balra-jobbra, így döntögetem, és akkor mindig lenullázik, de azt is abba hagyod, hogy elaludnál, és akkor újra... Nem. Hát, meg vergődök, meg ilyenek, szóval nagyon OP. Ez szar. Fos. Na, hogy már megfúsd az időmet, te köcsög! Nem. Azt kéne, még kimennék még egy gyors körre. Hát, 5 másodperc alatt? Ezt elpusztítottuk, Ferenc. Aztán. Szép volt. Mit kapott Hamilton, baszki, egy másodpercet? Holy moly. Itt már csak, itt de nem szabad kicsúszni, és jó lesz. Ennyi, kész. Jók leszünk. KD 1-2, pole pozíció. Igen, szóval létezik. Aztok. Létezik még ilyen. Ha ügyesek vagyunk, és... Jaj. Jó, én amúgy is kimegyek. Júj, mi ez a kiállás? Beszéljük meg azt, hogy... Hozok több üzemanyagot! Ez jó volt. Mennyivel? Hány kör? 71 kör? 73, 74... Ó, figyelj, ez a pár kiló nem számít, de legalább több kör. Hát, húha. És eső lesz a verseny felétől estig. Mi? Atya úr is! Mi a fosgerenda? Az what the... Bot nem bírja kiírni. Úristenen ért, még nem láttam. Jesus. Ha meg én is megijedtem. És what the f... Nem vagyunk ennyien a streamen, hogy ennyien kapjanak feliratkozást. Pedig csak 14-nek adott. Vagy mennyit írt ki? Azt! Jó. Ez így pont 40. 41 lett, Kage, maradhat. Semmi gond. Most még 9. Jézus, várja. Kage! Mennyi? Várja, nem látom. 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jó, de nem hiszek a szememnek. 14 darab tier 1-es feliratkozás. Jesszus Mária! Kivert a víz. Egy kicsit. Kage! Hát mit vagyok már erre? Jóságos ég! Hát ilyen... Ez nagyon durva. Nagyon szépen köszönöm. Még én is leizzadtam. Ezt már nem lehet elmondani szavakban. 86 feliratkozó, hallod? Honnan?
Nemrég elkezdtek giftelni ezek a vadállatok, és azóta 40-ről felmentünk 80-ra. How? 14 per 3-as napi cél. Dávid, jó, most már tudsz kölcsönadni üzemanyagra. Jó, Feri, egy... talán egy teletangot, na. Na. Jézus már. Jó, Kage, nagyon szépen köszönöm, és tényleg nem tudok mit mondani. Lekötelezzel. Minimum Dávid. Egy Overwatch live-ra. Basszus. Pillanat, és összeszedem magamat. Hát Kagerek, véget szedeljük, köszönöm, és gratulálok Cserko Bencinek, Anakinnak, Smithnek, Dafkónak, teljes kávénak, Wolfnak, Jóska gyereknek, Zsíros kenyérnek, Danielnek, BMK csapat officialnek, Zsotyának, Alexnek, Quertnek és Erhedinek a feliratkozás. Az élvezzétek a az elkövetkezendő 30 napban. Szerintem így sincsenek, vagy nem is tudom. Azt a mindenit. Jó. Szóval... Jó. Koncentráljunk a versenyre. Na, látod, hogy fog esni? Látom. Még a végére akár el is... erről egyébként... Jó, mondjuk kötelező gumi felrakás van, szóval jó az így. Szerintem lila lesz, piros lesz, és kopasz, gyere rám. Ne. És valószínűleg a második piros az már nem kerül majd fel, mivel már az esős gumik fognak felkerülni. Szóval ez így végül is jó. És azt, hogy kettő lilát felrakni az elejére akár lehetne, de az túl kiszámolt, nem jó. Na. Akkor két kiállás. Lilával kezdünk, piros, mert nekem úgy. Lila, piros, igen, pontosan. Jaj. Pedig Kage, most lesz szombaton a Marbles. Jézus Mária, véletlenül elindítottam. Na, akkor indul a... Az Ausztria. Hol pisin... vagyunk? Ja, Ausztria. Véletlenül megnyomtam az Enter-t, Feri. Fasza. Pisilni kéne? Nem, kibírom. Jó. Max, megiszom az izét, vizemet, azt... A pizza legyen vissza. Veletek. Kész, Zsudiar. Maradt még nyugi. Where? Jaj, lefulladtam. Basszus, jó, szóval. Akkor megyezünk. Ez brutális, basszus. Köszönöm. Összesen nincs annyi feliratkozó, amennyit most adott, hallod? Hát de nekem se volt, mármint... Úristen. Meg... Utána nézek stream után ennek a... GIF sub... Leadboardnak. Ú, te is állítottál be ilyen izé? Külön alertet erre a bombra? Á, igen, de nem működött szerintem. Á. Mert igazából, I don't know. I don't know. Jó, Feri, sokkolom hába az autó. Figyeljünk oda, basszus, lean. Figyelni kéne. Igen. Szóval sokkolom hába az autó, csak óvatosan. Kicsit végezzünk már vissza. Fogja venni. Ja. Ó. Oh. Ó, oh, basszus, lean-en maradtam. Oh, pont átraktam, jó. Ez gond. Az nem gondoltam, hogy ennyire korán átveszi. Jó, Kodi, hogyha már 1-2-be bekvalifikáltuk magunkat, akkor most az első körbe tartsuk meg ezt, jó? Szóval tiéd lesz a belső ív, ami sokkal királyabb, de ne előzd már meg, létsz, mert nem kéne, hát, hogy... Hát szerintem be fogok menni mögéd inkább, mert jó. A belsőről ott mit jó, szeretnék én, elérni. Tudod, mindig kiszoktunk csúszni az egyes kanyarba oda külsőre, a rázókön túl. Ki fogok most is menni, és onnan fogok majd visszajönni. Jó? Gondolod, lesz annyi... Izénk, föl gyorsan ödelek, hogy kicsúsz. Ja, nem, hát direkt kiengedem az autót arra az ívre, hogy legyen ja, helyed. Jó, de szerintem úgy bemegyek mögéd, meg... Ja, jó van, oké, okay, mindegy. Jaj. De lint próbálom állítani. Ú, basszus. Nekem is pisilni kell. Ne gondolj rá. Nem. Ne gondolj rá, és közebb lesz. Csak az izgulás. Na, lássuk. KD1-2-vel indul. Nagyon remélik, hogy... Hogy úgy is végződik. Hallod, majdnem legyorsultak, Dávid. Tudom, elszartam. Elkaptam a rajtot. Nagyon lemaradtak, nyomjad meg! Feri, nyugi van már! Ne gyere már velém átúról!
Elcsesztem rajtot. Kennek, tód neki a talicskát. Megyek, megyek, megyek. Szia. Leanről rakd át. Hát van. Nagyon furcsa az autó, nagyon nehéz. Én ma megszoktam. Na érted. Eddig is nehéz volt. Ének után nehéz koncentrálni, Feri. Hát ott nekem nincs ilyen bajom. Én nyugodt szívvel kezdtem a rajtot. Nem mondom, hogy irigyellek, de... Jól van, oké. Ha úgy van, hogy gyorsabb vagy, akkor... Akkor még megbeszéljük. Úgy leszek, mert elmentém ettől. Meg itt még úgyis annyi minden lesz, eső, meg minden, inkább... A lényeg az, hogy távolodjunk el tőlük, de nagyon. Jó. És egyelőre ez egészen jól megy. Koga azt üzente, hogy amint meg lesz nálad az 50, jön ide. Ez nem normális. Hát de... mondjuk már nincs sok, szóval... Jézus. Nincs. Múltkor azt hiszem, izé, talán Kecske mondta, hogy Rubennél látott valami 400 subgiftes csávót. 400-at. Érted? Az mi a tő? Az már nem izét kap a neve mellé, ajándékcsomagot, hanem... Mikulást. Egy Mikulást. Ja, neked is csak mondták, jó? Akkor ez csak izé, legenda. Mito, ja. DRS is nem available. Na, ne kéregessünk, úgyis random fogadni szerintem. Mint most. Jaj. Ez így van. Vagy hát nem tudom, majd ő eldönti. Miért van zöld zászló folyamatosan? Hát mert zöld a pálya, Feri, ezt megbeszéltük. Ja, értem. Csak hogy tudjuk, hogy lehet rajta menni. Ja. Én láttam 500 plusz is csak USA LOL streamen. Hát igen, az USA. Ötszázszoröt? Igen. Hát igen. Az vagy 500 000 forint. Így hirtelen. Kiszámolván. Na jó, koncentráljunk. Jó. Egyébként elég jó elhagytuk őket. Igen. Azt hittem, hogy jobbak lesznek. Igen, nem is értem egyébként. Már a rajtnál, tehát olyan jól elkaptam, hogy... Igen, láttam. Én meg nagyon elszartam, mert izgultam, meg kicsikét szétestem. Koncentrációügyileg. Nem tudom, hol ilyen lassúak egyébként. 700 000, hát akkor legyen 700. Ez egy évi bevételem. Se. Nem tudom. Nagyon jól elkaptuk, Dávid. Nagyon. De és a mezőny hogy le van maradva? Az élbolytól, tehát hogy... Igen. 85-ösre állítottad az izét, nehézséget. Ne, arra fér, én nem szoktam álligatni. Jó. Rámentem arra, hogy rohadt csöcsre. És egy középső szárnyal, vagy mi a tök, a autó közepével. Nem volt jó. Vissza lehet nézni a stream elejét, ott van 85. Bal oldalt. Great work. Harmadik köre futom a leggyorsabbat. Miért vagyok Richen? Hülye ez? Én is azon voltam. Elégettem egy kevés benzint. Még két körre való üzemanyagom van. Nekem egy. Volt a Colette Tinta. Na, még a végén még féltékeny lesz.
Ebből vesz Vivinek csokit. Ja, Vivinek akkor veszek bele egy csokit. Dehogy Vivinek, közösen veszem. Jó nagyot. Na, amúgy nem szeretem Valentin napot. Csak kötszere, hogy van. Is. Ajaj, Vivi telefonon ír. Neked? Melyik fiú szereti? Há... Nem erről van szó. Hogy csokit kell venni. És melyik lány nem? Hát igen, vannak lányok, akik nem szeretik. És azért, mert én. Vivi is szereti. Mondjuk az egyedülállóak. Ja. Vagy nem. Jó, hát mindenkinek szíve joga eldönteni, én csak mondom az enyémet. Tegnap... Oh. Mi? Várj. Én fizettem a sok Cheerios, na? Például. 1+1-es akció volt gabonapehelyből, hallod? Cool. A gabonapehelyek tartják a polcot. A konyhába. Hol? De nem az. A izé, vecsésen. Jó. Ja. Minden nap oda jártok, hogy mi? Mi van ott? Igen, pontosan a zsíros kenyér. Az a lényege. Ott voltunk burgerezni, aztán bementünk Tesco-ba és a kellett pár dolog. Ja, Z Market Central. Ja, igen, tudod. Hát a burger is van. Az. De rég voltam már úgy Pesten is. Ha. Már úgyis rán kívül is. Csak tévében látom az írsán kívüli helyeket. Tudod, ki ment most izébe, Dávid? Na. Dubajba. Láttad? Dubajba. Új. Dubajba. Na, valami videós? Mártonunk. Mártonunk? Aha, tudod. Hoppá. Ezt mit csinálod? Franciaországból ment oda. Ó. Oh. Márton. Na, ugye volt az a Snow Attack-on. Na, egészségére. Meg minden más videós is volt mondjuk. Hát be. Én, hát lehet, hogy lassulok, mondjuk nem, mert tartjuk Dávid, de... Nem rossz az a Snow Attack, csak nem tudom. Annyira nem az én stílusom még mindig. A fesztiválozás. Lehetett volna sielni zenehallgatás közül. Ja, mondjuk. Nem tudom. Sielést tesz beadnám. Ezt próbálnám. Vagy a snowboardot, vagy valami. Még inkább snowboardot próbálnám, ki az jobban tetszik nekem. Ott csak egy izén kell állni. Nem kettőn. Hát. Nem csúszik ki alólam annyira, hogy nem tudom. Ja, de nem tudsz betámasztani másik lábba, hogyha borulsz. Hát, na ja. Fejjel bele a hóba. Van ott rokon, mehetünk? Na. Nem muszáj oda rokon. Hát. Csak épp üres a pénztárcám. Európai Twitch konon? Ha. Miért nem menni akarsz? Twitch talit izé Twitch konon? Szerintem csak mi mennénk ketten Dáviddal. Se. De csak azért, mert megyünk a szervezők. Görögben is van? Berlin nincs messze. Sielés jobban bejött, próbáltad mind a kettő? Na, így kívülről nekem a snowboard jobban tetszik. Hmm. Bár még havas hegy közelében se voltam, nem hogy
kipróbáljam. Csak a Twitch-konon mi van? Én nem tudom egyébként. És ha így be kéne azonosítanom, akkor a youtuber-konon youtuberek lennének, akkor Twitch-konon Twitch-e, streamerek aztán. Hát ja, de hogy mi ez ilyen nagy Play IT-szerű? Nem tudom, ezért. De még a gaminggel is azért szoros kapcsolatom, ami magával a céggel. De amúgy meg nem nagyon szoktam hallani, hogy nagy streamerek mennek Twitch-konra. Sőt, donate célban van kint, hogy el tudjanak menni Twitch-konra. Snowboard sokkal jobb. Jó, az jó, nekem is azért menőbben hangzik. Hát jó. Fú, nagyon eljött, hallott? Hárman jövünk. Nagyon egymáson, idézőjelbe. Hamilton jön még mögöttünk, lemaradt izé Rosbertől. Hát. És eljött. Ha már néha látom a lekörözőket, vagy a lekörözött jelölteket. Térgépen? Hát ahogy itt a hátsó, vagy a célegyenes utáni egyenesbe jövünk, ők itt járnak ebbe a kanyargósba. Az egy fél pálya. Aha. Apa, minden héten megy Berlinbe, nem zavar, hogy platón utaztok, akkor mehetünk. Illegálba platón. Ha azért zabáljuk a gumikat, szerintem rendesen. Te hogy állsz? Gumival? Aha. 28-25. Nekem is. Akkor jó. Milyen cégnél dolgozik? Izé... migráns szállító cég? Vagy mi az? Illegálba, érted? Illegális platós szállító. Hát figyelj. Jobban tudom olvasni most a chatet, mint Need for Speed-ek alatt, hallod? Annyira egyenes pálya. Ugye? Olyan langyos kanyarok vannak benne. Jani, te ezen a pályán miért mentél? Nem emlékszel rá? Feri nem biztos, hogy beférne egy dobozba. Ja, a dobozba is kéne menni. Hát figyelj, illegál a platón ülni. Ja, tényleg. Safety car. De jó, ezért nyomtam szét az autót. Utána beküldjék a safety cart. Most jön ki a safety car, change strategy. Hát nem hiszem, hogy kellene. Bármit is change-elni. Amikor a cél... a... célba voltunk, akkor jött ki még csak a safety car, szóval. Igen. Na, még van egy körünk. Szóval most be fogunk állni a izé. A sor mögé. Ja, hát még bőven jó az a set. Nem kellene szerintem most itt izéni. Kit köröztünk le? Ja, hülye lassan. Ja, annyi, hogy most akar kivinni. Hát, Magnussen, veled mi a bánat van? Itt mizél, Sántika. Hát nem tudom, menjünk be most. Végül is? Why not? Úgy is esni fog, nem sokára. Hát jó, nem sokára az odébb van, de... hát inkább, mint utána, amikor érted. Jó, de akkor menj te. Vagy, jó. Csak egyikünk mehet, úgy értem. Aha. Jó, bejöttem. Ott egy kioszkövi körbe? Nem, az úgy már a safety car miatt trip. Ja, aha. Én majd megyek máskor. Lehet, hogy be kellett volna mennem. Hú, átmentem a vezetékig, bocs, srácok. Hát lehet, hogy ki kellett volna. De jó, még Bottas is megelőzött. Rák, vigyen el. Igen, lén. Bocs. Keresünk akkor, hát ne azon múljon.
Hamilton meg ezek kimentek vajon? Nem nagyon, nem, Hamilton nem ment. Biztos, hogy nem, mert bejött elém. Jaj, ja. És negyedik vagyok, szóval... Jó, mindegy, én nem megyek ki. Csak majd később. Van még ebbe a szedbe. Kéne kibírnom az esőig? Hát, igen. Ami egyébként nem gáz. Nem, mert... Hát, jó. Az a baj, hogy már megint szarkó jött ki, tehát hogy most meg egy olyan... Hogy... Igen. Jó, tehát volna mondjuk a 20. körbe is, vagy a 30. Ja. Mi történt? Magnussen ott sétafikált a pályán. Ne. De nem állt, ment, szóval nem tudom, hogy mi történt. De eddig majdnem minden versenyünkön volt egy safety car. Ja, hogy... 16-ban meg egyszer se. Ja. Mert ott nem is volt, vagy én nem tudom. Pedig már furra köröztem volna őket, nem áll. Hello, Dávid. Ha basszus, Feri, rohadt jó kiállás előnyed lesz így. Jó. Ha minden hát, jól ha alakul. Akkor igen. Nem, direkt raktam le. Mert most nem kell ezélni. Most spórolni kell. Oké. Hoppá, bemegy. Ez gyors volt. Letört a szárnyam. Dávid, be kell, hogy menjek. Lefékezett előttem ez a buzi. Érted? Mennyire? Nagyon. Pirosra. Jó, figyelj, akkor menj ki gyorsan, és ez felhozható. Már kimentem. Ja? Hú, basszus, Kodi. Itt történt a izé előtt. Nem hát hiszem el. Felhozható bőven, mert egyrészt mindenki tarkon szarsz, másrészt a kiállás előnyben vagy még végül is így is. Még így is, ja. Ha sikerül feljönnöd a mezőny seggébe, amíg elkezdenek kiállogatni, akkor easy. Sokat ment ez a gumi. Egy kört a safety car mögött. Jó volt. Igen, mert olyankor mindenki... Mondjuk én nem emlékeztem feltétlenül arra, hogy így visszafékez, mert ilyenkor ugye berak egy sebességre engem. Egy sebességgel ment, gyorsított, utána meg nagyon lefékezett, vagy nem is tudom. De belefékeztem és belecsúsztam konkrétan. Hát 19. lettem, 4 helyett. Nem annyira jó. De úgyis ki fog állni majd mindenki. Ez így van. Én meg nem. Hát hamarosan ki kell a lilákkal állniuk egyébként. Ki. Jó, 2,5 körre van üzemanyagon pluszba, szóval... Na, Verlaine meg Van Dorn. Richet ráverhetsz. Az utolsó. Na, most? Szerintem igen, most kellene. Lazába körözöm őket. Ilyen egy körig. Nem lazába, mert nem engednek el, ugye? Uh-huh. Nagyon lassúak, hallod? Már megint ugyanannyival vezetek Hamilton előtt. Borzasztóak. Kicsit, mint a rosszul lenne itt belőve a... Vagy egyszerűen mi autózunk olyan ízeket, hogy...
most már DRS is van. Hát igen, kezdik a végét járni a... Ó, a Hamilton kiment a boxba? Akkor mennem kell bizony nekem is. Fasza. Jó, boxba. Látod, most visszaadta Hamilton nekem. Mondjuk semmivel nem lettünk előrébb, mert én ráfékezgettem. Csak... Hát, 10. hely, egyenlőre. Hamilton előttem van 15. helyem. Nice. Egyenlőre. Akkor igazából már vissza is hoztad. Ja. Csak közel így áll nagyon. Milyen csörgés, rumpli? Jaj, nem fűvön mennyi már felé. Gondolom a kormányom, nem? Nem topodból füves gumi. Hát igen. Ja, hogy a kormány, ja. Sorry. Mondom, milyen telefon csörög. Húzzatok már ki a boxba, gyökerek. Jaj, rajtadok már piros van, what? FFB. Lehet, hogy pirosan rajtoltak. Lehet. Viszont el kell magamat nyálazni rajtuk. Hát, Japingo. Tarhonyás húsi jöhet. Úristen, de beverném. De valami uborkát már mellé. Elveszi az ízét, hagyjad már. Vagy céklát, mondjuk uborkát jobban szeretem. Sainz óvatosan. Tíz perces esik. Lol. Pedig süt a nap, mint az állat. Ja. Ha Grosjean. Grosjean. Köcsök Sainz. Cseresznye befőtt, Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Na, azért ez bölcs döntés volt a részemről. Mi? Inkább visszavettem, mint hogy beszálljak egy orgiába. Ja. Istenem, azon mit csinálsz? Ez egy barom! Melyik az? Ajj, mindegyik fogyatékos. Ó, Hamilton előtt vannak hárman. Én meg Hamilton mögött. Gyerekek, ti mit csináltok itt? Sihuhusztok?
Alonso, te mi a jó édesanyádat csinálsz, baszki? Úristen. Hamilton, menj a picsába. Ne szorítsál már ki a fűre. Ezek normálisak? Hello! Anyádat, azt a mocskos! Ekkora barmokat! Jézus Mária, mi a szar történik itt? Első kanyarban kettő Dávid egyszerre! Hamilton ott maradt Ericsson mögött! Nyomjad, Feri! Kezd elszállni az agyam! Nagyon, nagyon undorító. Látja, mi történik itt a pályán, srácok? Mennek lassan, ami a leggyorsabb a pályán. Na jó van, Alonso, most véged. Ja, kecske semmi, csak kétszer kellett kiállnom egymás után. Ez tök jó. Ott megy Bottas, baszki, a riválisom, te meg itt szarakodsz előttem, komolyan mondom. Nekem Hamilton fölfogták, ha nagyon nem bírta kielőzni őket. Itt szenvedett két szerencsétlen idiótával. Olyan szép neveket tudnék neked most kitalálni, Alonso. Fitymafizért majd a gyakadba akasztom a végén azért. Vizes picsába már. Ó, kecske, ne aggódj. Kiállás előnyben vagyunk. Tehát jobban állunk, mint ők. Azért, Máté, mert amikor bejött a safety car, ugye kiálltam, beértem őket, negyedik lettem, és amikor kiment a safety car, akkor fékezett belőttem Hamilton, és akkor mentem neki. Adé, letölt az első szárnyam félig. Fassa. A fele félig. Hú, Hamilton, így. Közkecske. Jó izé lennél. Esőben annyira nem fontos az első szárny, igaz? Tehát, hogy esőben sokkal... Amikor csúszkálsz, nem biztos, hogy még egy plusz egy csúszkálás le... Jó, van valami, neki. De... Értem, én mondjak... Bottas nagyobbat fékezett, mint amire számítottam, mert ugye mennek előttem. Minusz egy meg a minusz egy, az minusz kettő, Dávid. Van valami. Jesszus úristen! Bottas, ne csináld! Családom van, baszki! Kérlek, srácok! Látom magam előtt, hogy mi a tökömet szembe. Hol vagy? Én 11. vagyok. 6. Leszakad a tököm a rohadékokba. 10 ember itt megy, Jézusom! Akkor ez az a nagy baj, amiben vagy. Aha. Nagyon nagy baj. Boly, de ja. Egy nagy boly baj. Esőben a mechanikai tapadás fontosabb. Tehát, hogy legyen a szárnyad. Mi? Mechanikai tapadás. Jani mondta. Na várja, nem értem, hogy ezzel mire akar gond... De... Tehát most akkor gáz az a szárny, vagy nem? Az a... Nem, tehát mechanikai, értem, de... Nem értem. What? Mert van elektronikai tapadás is, vagy spirituális. Ezért vagyok egy kicsit én is fennakadva, hogy most jelenleg nem tudok ilyeneken töprengeni. Problémás, igen. Oké, jó, köszi. Megvagyunk. Az a lényeg. Húzz anyádba! Ja, akkor lecseréljük majd. Kíváncsi vagyok, hogy... Ja, akkor kell intermédiátet fölrakni, amikor elmegy a DRS, ugye? Igen. Jó, addig akkor nem kell.
telefonra már van ARK? Vagy eddig is volt? Eddig is volt. Nagy fél éve. Két baromállat már megint előttem unta meg az életét. Ja, tényleg nem kérdeztem, nem rakott kérdőjelet, akkor jó. Akkor persze, hogy lesz. Húzd már előlem. Hú, Hamilton nagyon jön. Hú, Dávid most jön. Jaj, a tízes boly. Feri, már lassan kiérek belőle. Fasza, én most jöttem bele. Ki lehet az első? Tehát Hamilton is itt van, Bottas is itt van, és közben valaki éppen az élen autózik olyan köröket, mint az állat. Mi meg itten cumizzuk a véreres kolbászt, érted? Hát valószínű egy olyan ember, aki mögöttünk volt a safety car-nál. Gondolod? Jó, Alonso kiment, Okont lelassított egy picit. Én is Ricardo-ra tippelek, vagy Verstappen, nem tudom. Igen. Valószínűleg valami ilyesmi. Kész a boly, kész, köszönöm. Innentől kezdve hagyjatok békén. De az a baj, hogy ez az első szang. Ez nagyon nem lesz így kell. Safety car. Ma... Safety car. Mi a bánatos tököm? Dávid, egy intermédiátet? Nem tudom, mert egyébként leesett egy esőcsepp. Haja. Igen. Na, mi süt a nap? Hát ezt nem hiszem el. Massza a második. Mit csináljak? Most menjek ki első szárnyé, vagy mi a szar? Nem kell az. Tapad az így is. Jesszus Mária, mi van? Milyen gumikon vagy? Nem tudom, piros. Ah, nem úgy, százalék. Ja. 9. 17. És megint mi a búbán a térjött be? Hamilton át nem halt meg fenébe. Pedig jó lett volna Bottas. Itt nem van benne Magnussen a falba, hallod? Hol? A célegyenes. Te csóra! Barom állat, érted? Az előbb is miatta jött ki a safety. Tényleg? Azt hiszem igen. Nem mondod komolyan. Másodszorra. Szerintem Hamilton kiment a boxba. Hát, Jani. Nem tudom. Dávid! Az automata ez nem... Mi? Bement a boxba. Kiment Hamilton. Minek? Mit rak föl lilát? Lehet, hogy fölrak egy lilát. Lehet, hogy most rakja fel a piros, jönni. Mert amúgy lilát rakott föl. Lila után lilát, Feri. Lehet négy kiállásom van. Jaj, lénen kell lenni, hülye. Hát most az eső miatt tudják megint lénen. Igen. Ez lehet, hogy nem hülyeség? Nem. Nem tudom, Feri, adj békén, azt sem tudom, hogy mely bolygón vagyok, baszki. Szóval... Az eső X idő múlva esni fog. Nekem 10-15-öt mondott. De legalább most utolértük a... Megint valaki a falba, mi a szar? Hallod? A jobbosba, vigyázz, ez neki ne menj. Most mész oda. Ricardo, mi Massz... van veled? Kigyulladt a motor, massza az első. Innen Magnussen már elvitték. What the fuck? Nem tudom. Ez most mi gyerekek? Mi a tököm ez? Jó van, jó. Akkor lehet, hogy nem cserélünk majd első szárnyat, nem tudom. Az a baj, hogy azért értékes másodpercekről van szó. Egyenlőre... Nóra kapcsolom. De visszajött a motorik helyre, hello, itt van Bottas a negyediken. Nice. Nem könnyű előzni ezen a pályán, jó? Maradjunk annyiba. Hülyeséget beszéltem. Igen. Hiába lassítanak le a gyors részen. Igen. Neked gyorsabbnak kell lenni. És ez a gond, hogy lelassítanak és nem tudsz bebújni. Mert az egyenesbe viszont azért mennek. Jaj, megint Okon, le ne fékezzél. Nem tudsz ráérkezni. Ezek ilyen aktuálisak.
vagyis nagyjából. Ó, ha még bejön három safety car a végéig, akkor egy üvegbe kell majd belehugyoznom. Nem két órás versenyre készültem. Vagy Bottas, mit tudom én, mind a kettő rohadjon meg. Hú, zsibbad a lábam már. Na, a masszát megeszem majd kenyérrel. És utána enyém a pálya. Mint hogyha néha így ficcenne egy-egy esőcsepp. Amúgy az megvan, hogy 20 perce mondta a csávó, hogy 10 perc múlva eső lesz? Aha. És már 10-15 volt az előbb, egy 5 perce. Best csapat EU, érted? Hát... Szerintem ilyen szerver szinkronizálási probléma lehet a box utca is közöttünk. Úgy lehet. Néha le vannak maradva egy 50 körrel, néha egy 20 perccel előrébb vannak, szóval nem tudom. Most már úgy be kéne menni, nem? Jó lenne. Grosjean a harmadik, mi? A negyedik vagy? Nem. Hatodik. Hatodik vagyok. Easy peasy. Viszont olyan segdugaszok vannak előtted, érted? És amikor előzi az előző az előzőt. És próbálsz te is beszállni a buliba, és az egyik, a logikus éned azt mondja, hogy ne csináld, baszki, mert meghalsz. De mégis belemész, és úristen, hallod, a füvön mentem végig egyszer, a hosszú egyenes. Na, most figyelek előre, most... Kodi, majdnem belementem Massába. Tudom, mert ilyenek, ilyenkor, behúzta a kéziféket. A fék, hallod, nyomom a féket és úgy megyek, érted? Tövig nyomom a féket. Nem is megyek mögötte, inkább kikerülöm. Na és itt fékezett belém, szóval volt időm kimenni boxba. Amúgy igen, kezd szürkülni az ég. Igen. Meg a madarak is alacsonyan szállnak. Eső lesz. Egy kicsikét még hideg a gumi, arra figyelj! Féktáv, nem az igazi. Amúgy kigyorsítása volt baj. Come on, Massa, let's move! Mit csinálsz? Komolyan mondom, öreganyám gyorsabban menne, mint te. Egy bevásárlókocsival. Nézd meg! Indexelni nem szeretnél, mondjuk. Itt mindig meg tudnám előzni, de nem szabad, mert ez egy szarkanyar. Esetleg be lehetne tenni, de... Na go! Én nem tudom, hogy hol előzzek. Esetleg itt. Nincsen DRS-em, nem tudom. Így megelőzni Massát. Új, te becsapott a Ferrari! Baj van előtted, vigyázz rá! Eléggé. Szépen főtorlódtak. Igen, egymás gyepálják. Nem baj, megint ugyanez az állás, hallod? Az előbb is Hamiltont főtartott a két szerencsétlen, most Bottaszt. Nice. Úgy megrépeltem, hogy visszaesett még egy pozíciót, egyébként tényleg. Bassza, visszaesett harmadikra. Úgy beraktam neki. Grosjean meglátta a lehetőséget. Hát, és ő is berakta neki. Jól van. Vissza még standardra. Nem még kicsit. Jobbulás. Hallod, Massa majdnem megáll ebbe a kanyarba. Igen. Az izébe. DRS. Már van. Ja, tőle. Teammate 2.5 seconds.
jöjjön már az eső, de nem várom. Kockásra fékezem a gumikat. A jobb első szíjjel megy. Már láttam, hogy belemegyek masszába oldalból, és így a végén így betapadt a ferka, és így anyát! Megfogta a kanyart. Már engedtem vissza a fékpedált, ugye, mert csúsztam volna bele oldalból, de már csúszott a kerék is, és akkor így enged vissza be kicsikét a fékpedált, hogy pont az, amit nem szeretnél. Pedig az kell. Fuck. Gyerekek, massza! És ki előzte, baszki, érted? Külső íven, hát miért autózik? Már nem élem Bottas. Ha. Ez nem jó. Ó, azért nem tapad a jobb elsőn, mert jobb előszer... ment le a szárny. Ejjjj. Az előferdő, Dávid. Ha elég távolságot tudok kiautózni a második között, akkor az a 4 másodperc pont beleférhet, hogy a szárnyamat is lecseréljék, mert nagyjából egy 4-5-6 másodperce meg lecserélik az első szárnyamat. Aha. Hello, boiler. Ha azt most kiautózom, akkor a pozícióvesztés nélkül tudom azt is bevállalni. Mm-hmm. És mivel már 4 másodpercnél tartok, viszont Bottas meg ilyen ultralágyja, szóval viszont ahhoz még Grosjean meg kell előznie. Reménykedjünk, hogy nem fog ez neki sikerülni. Az a baj, a egyenesbe azért beszúrják. Csúnyán. Nagyon jó, Mads, nagyon jó. Csak ajánlani tudom. Hát amióta ez az új kormány van azóta... Nem előzte meg. Sokkal jobban nyom. Ferke, nem előzte meg. Mi? És tényleg eső. Ki nem előzött meg? Mit? Bottas nem előzte meg. Nem. Úristen, nagyon eső. Kezdődik a... Tánc. Nem merem nyomni a fékpedált, az a baj. Most kezdődik a tánc. Track is getting better, ha? Hát igen, egy kicsit... Ott kell fékezni. Jó, kell a... Kell az első szárny. Azt rakasd fel, ha már kimész. Már bekészítem az Intert is. Ja, ugyanolyan szar vagyok, igaz? Intert készíts be, te is. Meg nehogy lecseréljék még egyszer a szárnyadat, meg ilyenek. Nem. Jól legyél beállítva. Mit mondod, 15 perc múlva lesz erősebb, izé? Eső, oh. Srácok, valaki nem figyelt. Baszki, pont nem figyeltem, mert kanyarból. Valami 15 percet érdettem. Vigyázz, mert... Hú, de... Elfékeztem. 25%-os gumikkal vagyok esőbe. Jó. Jaja. Ha jobb elsőm nem tapad. Para. Új, de tolja az elejét. Jaj, anyád. Kigyorsításon, baszki. Van baj. Persze, hogy erősebben fog esni, oké. Okay. Köszi. Hát amennyire lehet hinni Jeffnek. Meg a lapát képülnek. Ja. A 15 perc, ez még 15 kör, ha bele gondolsz. Sok. De jó, azt most értettem volna ezt a mondatot. Jesszus Mária, nem szabad ilyeneket csinálni, mert nagyon gyorsan el fogom koptatni a
szettet. Azért remélem hamar interes lesz ez. Igen. Mila! Kinyitod az ablakot? Ez egy kezd nagyon para lenni. Folyik rólam a víz. Hát. De úgy tényleg. Nem csak a játékba. Én is ilyen esőcseppeket látok a szemembe. Vivi, neked nincs melege? Sváznál kinyitnád az ablakod egy kicsit? Akkor légy színes meg ki. Felfele lehet öltözni. Ez így van. Most ez vagy nem hang, vagy hideg. Leszar engem. Ez jó volt, Feri. Milla! Figyelj már! Nem figyel. Jó. Fülében van az a szar. Box utcában remélem majd meg fogok csúszni és nekenődök a falnak. Ahogy kimondtad, hogy csúszni, úgy megcsúsztam az első kanyarba. Úristen, nagyon szar a féktávkodni, nagyon szar. Ja, mondjuk lehet vetkőzni is, igen. Van az a pénz, ja. Fejkendő, amúgy ja. Nagyon menő az a fejkendő, nekem is kéne. Ami Janinak van? Aha. Hát ott csak még melegebb lesz. Melegebben. Hát szó. De legalább a extra meleg által okozott ízecserekcseppeket felszívja. Hát jó. De jó. Úristen, érted? Megéreztem ilyenrel is a szellőt. Kint is esik, hogy még? Nyári esőt adnék amúgy. Aha. Most így a... Nyári eső 10 fokba télen. Még harangoznak. Azt mondja, hogy álljak ki. Dávid. Tényleg? Igen. Van aki kiáll? Igen, Bottas, nem tudom melyik jött ki, valamelyik kijött. Jövök ki. Oké, és megyek én is. Bejöttem Interé. Megyek utánad. Bottas jött ki. Oké, showtime. Szememet nem kell fogtad törölgetni. Hát, ja. Jó, én annyira nem izadok azért. Inkább kezem. Na jó. Na! Kéz az egy... Mi? Ez is mi volt? Ez mi volt? Miért nem engedtek ki? Hogy nyomogattam a kuplungot, de semmi. Déresd iszébe. Aha. Dávid, le ne törd a szárnyat, ahogy jössz ki majd a boxból. Ja. Vizes gumival. Neked majdnem sikerült? Nem, csak szólok. Időben észrevettem, hogy ott egy fal lesz. Na igen. Okonsan. Jaj. Szerintem hozzáértem okonhoz, de nem tört le semmim. Jó van. Jó. Tolja az orra. Ott az első szárnyam. Cseréld már. Bottas most jön a hosszú hatos kanyarba, Dávid. Jó. Cél egyenes előtti kanyarba. Csak mondom. Hú, azt hiszem, hogy király vagyok. Nagyjából. Elvileg nem kell többször kijönnünk. Elvileg igen. Oké, király vagyok. Nekem jött elvileg okom, mert elkezdtem integetni neki. Hát akkor van okod. Hallod? Nyisd már ki az ablakot, please! Úristen, kezd lefagyni a talpam, hogy kinyitott az ablakot, Vivi. És elment WC-re, jöjj. Oké, már lassan akár bele is lehet csukni, mert kezd lefagyni a talpam. De nem figyel. Most se, pedig ide nézett az arra. Vágjad hozzá a váltót. Ha van, ja, neked nincs. Csak nem tudom mit, mert semmi nincs előttem. Hát látod, ezért jó, hogy én trehány vagyok, és előttem van minden. Ezt
Stream Deck-et, vagy mit? Na. Az meg értékes. Monitort? Na, mit integetsz? Nyisd ki az ablakot! Olyan sötét van, nem látom már, izét, őt. Nyisd meg ki az ablakot! Hát. Ne bólogassál! Hát mindjárt megpusztulok. Ezek betakarózva, érted? Én meg itt már vetkőznék le. Gyerünk, Feri, vetkezz. Köszi. Na, vetkőzz. Egérpadot dobjam hozzá, hát az a baj, hogy egy két monitor, két billentyűzet, egy kormány van rajta, de egyébként megoldom. Menet közben levenni a kormány. Há. Geri, mi a... Köszi, csír. Jézus Krisztus! Köszi. Kodi, vigyázz rám, itt vagyok. Látlak. Mi történt? Nem tudom, egyszerűen csak eltűnt a tapadás. Második vagyok, mi a szar? Igen. Ennyien kiálltak előlem, az előbb még nyolcadik voltam, vagy hanyadik. Köszi, Geri, egy csír. Még egy darab tól sincs előttem, mert nem szoktam írogatni. Nem vagyok én Petőfi. Nyisd már ki ezt a kurva ablakot! Jézus! Úristen, nagyon, nagyon csúszkál. Jó. Ha megdobom, akkor meg az lesz a baj, hogy miért nem szóltam neki. Egy ezresbe. Jobban kell figyelnem az autóra. Rajzolgatni se szoktam, vagy színezni, vagy mi. Max Paintbe. Ki megy legelől? Kodi, mi van? Kodi, mi van előtted? Ki van előtted? Ott az. Ó, basszus kulcs. Meg kéne enni, Ferenc. Vágd hozzá a kormány! Hát. Hát egy kanyarra van előttem, és elvileg lassabbak, mint mi. És lassabb, ha nem csúszkálnék. Valaki hívja már fő messzengyelőn, vagy nem tudom. Figyeld az időket. Figyelj már! De csak röhög, hát nyisd már ki az ablakot. Feri, nyisd ki te. Na, kinyitom én mindjárt, esküszöm. Na, meg tudtál mozdulni, de jó. Visszadobta, hogy te. Hé, az egy 300 forintos lett távirányító. Okosan. Van belőle kettő is. Jó, Kodi, figyeld a részidőket, hogy közeledsz-e. 20 fel a redőnyt is, még nem fog bejönni. Most kérem. Te vagy egy tarifa. Telifa. Kösz. Boldog Valentin napot nektek is. Kösz, kecske, nem tudom mit írtál ki. Vagy oda, de köszi. Csak a nevedet tudtam olvasni. Ha nem akarsz legyezni? Kajak fújik rólam a víz. Feri, koncentrálj Bottasra, kérlek! Jó, próbálok koncentrálni, csak... Á? Akkor shut the fuck up! Vagy engedj előre, mert nagyon mögötted vagyok. Jó, most kicsúsztam az előbb. Keresztbe ez az.
Na Dávid, ki előző? Nem tudom. És kapjuk el közösen Bottaszt és kész. Most viszont azért kielőznélek, ja. Merci beaucoup. Mi? Merci. Hogy vagy nekem? Ja. Mi ez a recsegés? Ja, a Dávidnak a kormánya. Meg ez is. Bocs. Elcsesztem. Engem nem zavar. Azt mondta Vili, hogy vettem észre. Mire mondta ez? Mennek el a felhők, vagy mi a szar? Tisztul ki az ég. Úgy igen. Hát de most mondta heavy. Rendesen. What the fuck? Az? Nem tudom, de nekem kevésbé esik. Én nem tudom. Előbb el kéne váltanom az anyunk gáz. Nekem is. Lehet Gergő, aki VIP. VIP. Okon még mindig a negyedik, hallod? Hol van Hamilton? Nem tudom. Nagyon lemaradt. De Gergő, egyébként figyellek már, neked is érik a VIP. Sokszor itt vagy aktívan. Ott tesz 4,5-re van, az nagyon sok. Szóval most csak lekövetni tudom Bottaszt, de közeledni hozzá nem nagyon. Igen, a kreatívan van itt az... az figyelem ám. Stratégia változás. Igen, mondja. Most? Igen. Mire? Gondolom vet lesz ebből. Most nyomjam meg, és akkor meg tudom. Megnyomtam. Igen, vet. Igen? Igen. Még nekem nem volt ott most gumi. Akkor kezdődik. Mondjuk igen, egyébként igen. Megyek, jó? Jó. Még egyébként lehet, hogy jobban jártam volna beállok mögéd, mint hogy itt csúszkálok. Ugyanannyit vesztek. Nem? Kodi Intert raknak föl. Mert? Intert raktak föl. Bottas... ki van előttem? Másnak is Intert raknak föl, Kodi. Én nem... Kodi, nem tudom. Mi a... Elfelejtettem kuplungot nyomni a kurva életbe. Mi van? Kodi, nekem itt vége. Ezt nem hiszem el, hogy már megint ez a fasz játék. Úristen! És igen, Tócs elsődik, ez vet. Bassza meg! Menj be, vetél. Megyek. Jajjaj. Okay, I think it might be just about time to come and change these tires. Gyere be, vásd le a kerekeket. Kurva anyád. Ezt valaki magyarázza már el nekem, hogy mi történt. Én ilyenkor átállítom a izébe is, manuálisan is a vetre. És mi a pöcsömnek, hogyha bemondja, hogy
Erősödik az eső, váltunk stratégiát? Rámegyek, hogy igen, váltunk stratégiát, és felrakjuk az Intert. Inter volt nekem a nevő. Jó. Tehát működik ez a... működik a stratégiaváltás. Ennyit erről. Miért nem szállták ki, azt mondtad nekik, hogy srácok? Nem kell. És akkor most nem rakod át? Fasz ki van ezzel a játékkal. Nem léptem a menübe, semmit nem csináltam, elfogadtam, hogy stratégiát váltunk. Úgyhogy nem is jelzett ott ki gumit egyáltalán. Egyáltalán mit váltott? Hogy... Jézus. Az a baj, 5 másodpercet van elfogadni, érted? Én föl sem fogok ki. Én láttam mondjuk, hogy kék és ennyi. De mondjuk volt már nekem is, hogy nem írta ki, hogy milyen gondod a főre. Kurva kuplungot is elfelejtettem, érted? Igen, fog elállni az eső. Lehet, hogy Jani igazad van. Mondjuk attól függetlenül szopó roller végig most már az egész. De ez egy bölcs gondolat, lehet, hogy kimaradok. Hát nem tudom. Esetleg a veten tudnék jó, normális időt autózni. Hát ja, Interre meg csak egyre szarabbakat. Le van szarva, megyek ezen. Egyetlen esélyem, semmi más. Ja. A száraz ív talán, és az ideális ív talán jó lesz az Interemnek. Eriksson itt előttem. GG, Feri, nyomjad. Mélázik. Bocs, de... De láttátok, és annyira. Úgy fos. És ez azé úgy felcsesz, tehát hogy... Vannak hülyeségei játéknak, de ezt most magyarázza meg bárki nekem. Még a hülye botokat még őrtöd, megértem. Tehát, hogy ez... Hamilton mennyire van mögötted? Light rain in 10 minutes, David. 10 perc múlva visszakerül az Inter? Aha. Not bad. Mennyire van mögötted, Hamilton? Éppen most akar megszexelni. És valószínűleg el is kéne engednem, mert... Ja, ott vagy. Box utcába járat. Látom. Próbálom feltartani, de nem tudom, hogy tudom-e. Rosszul gondolkodott a csapat. Nem is gondolkodnak. Mire gondolt? Arra, hogy felrakjuk az erősödő esőre a még egy Intert, hogy... Mert amúgy meg az utolsó boxkiállásom volt eleve? Nehogy már Kodinak ugyanazt csináltad, mint én, nem? Felajánlották a váltást, elfogadtad, felrakták a betet, kész. Ugyanezt csináltam én is. Mi az, hogy máshogy gondolkodott? Mibe gondolkodott? Látja, hogy heavy rain, akkor mit rak fel Inter? Az meg a másik. Egyébként is az egész csapat egy bullshit. Érted? Ezt a számítva is. Nem is értem, hogy működik még. Az egész Ferrari. Szerintem kecske jobb csapatfőnök lenne, érted, aki nem ért hozzá. Bennem volt, hogy ránézzek arra, hogy biztos átállított a vetre, de annyira közel voltam a boxhoz, meg annyira figyeltem arra, hogy... Ott nem szokta menübe. Én is átállítottam magamnak, hogy biztos legyen. Mi? Te is átállítottam, de most kérdeztem az előbb, hogy te is csak annyit csinált, hogy elfogadtál? Ja, elfogadtad igen, a sotét? Ja, de az előbb mondtam, hogy átállítottam. És min még volt? Interen. Tehát Interen volt, stratégiát váltottam, igen, rámentem, elfogadta, és ugyanúgy Interen maradt. Tehát ott nem vált át. Az de annak az a lényege, de az át szokott hát váltani. Nekem mi? Egyszer nem váltott még át eddig. Mi? Nekem még soha nem váltott át. Mindig magamnak kellett.
Nekem átváltott. Amikor elfogadom a stratégia váltást, akkor mindig a következő ajánlott box kiálláshoz állítja a kiért gumit. Akkor lehet, hogy ki kell lépni meg vissza abban a menüből. Érted? Hogy betöltse, vagy én nem is tudom. Mert mindig, hogyha normálisan is mész, akkor ugye van előre egy terv. És folyamatosan hozzá se kell nyúlnod, álligatni, az folyamatosan mindig azt rakják fel, ami kell. Mert ugye ahogy jön egymás után. Aha. Szerver szinkronizáció, esetleg? És komolyan. Zsibbad a lábam, akkor itt a hiba, hogy amikor felajánlják, akkor utána még rá kell nyomni külön. Hát én emlékszem, hogy nekem már volt, hogy átállítottam. Én egyre nem emlékeztem, de 16-osan. Meg amúgy, tehát hogy nem az lenne a logikus? Hát de, épp ez az. És bármikor ez volt, én mindig átállítottam. Általában én is rá ellenőriztem. És volt, hogy át volt állítva, vagy lehet, hogy már eleve arra volt állítva, és azt hittem, hogy átállította. Lehet egyébként. Okos. Jeff beszól neked rádión, hogy átállunk olyan tervre, hogy vetet rakjunk föl? Igen, átállunk. Akkor és intertrax. És úgy hagyja a beállítás, hogy intertrax föl. Why? Mi ebben a logika? Ebbe semmi. Most még 20 kört kell így leautózni. Jó, hát akkor valószínűleg ja. A lábam. Akkor valószínűleg ja, már eleve át volt nekem állítva arra, és azért hittem azt, hogy régen átállítottam. És közben meg ezt soha nem állította át. Aha. Jó. Már ezt igen, is mert tudjuk. Olyankor át szokta rakni, amikor, mert nekem is fölraktam a pirosat, és átrakta lent sárgára. Hogy az lesz a következő. Mert ahogy beértem a boxba, úgy át akartam állítani, csak ott már nem lehet. Mert le akartam ellenőrizni, de ott már csak láttam, hogy... Hogy szar lesz. Hogy szar lesz, de már nem tudtam állítani. Ne használjam az ideális híve? Ja igen, aztán. Hát igen, Junior, de az nincsen szkriptelve. Mint ez a szar tetű játék. Jó, van akkor én csesztem el. Jó tudni. Ott van ez az eső. Az. Még régen mindig így játszottam, hogy legyen kihívás, érted? Jó, mondjuk egy kört sem bírtam ki, de... Na most bejönne egy safety car, akkor még esetleg meg az megmenteni a versenyemet. Az még segíthetne, ja. Hát ez így van, Junior. Amúgy a szombati eseményeket megéri megnézni, mert ott egy nem megszokott felállás lesz, hiszen délután megyünk el. Reggel 5-től stream? Hát, 9-től. Gondoltam, hogy 8-től, de az erős. Kicsit. Ne is mond. Jövő hét szerdán 8-ra megyek Pestre. Ez fél. Reggel. Csúcsforgalom, hello? Város közepére? Vagy Pest közepére? Fasza. Hello, Laci.
up soon. We're seeing light rain in around 2 minutes. Oh, Gergő, annyira... Ez lenne a lényeg egyébként, igen, de... Ezt senki soha nem fogja megjegyezni, szóval... Elengedem. Jól hangzik, Csinő, jó? Nem azt mondom, hogy most mindenki nyugodtan jelöljön meg, ha ír valamit. Mert látom, mert az én csetemre ír, de... Azt tudom. Azt tudom, de én elengedem. Jól kijönni ebből. Szerintem a bőven 20 másodperc van tőlem Bottas, meg Hamilton, meg Cody is. Driver behind. Jó, egyébként a negyedik hely. Negyedik hely ebből a szempontból easy. 11 szekre vannak tőlem, Dávid. Mind a ketten, mert egymás kezét fogva mennek. És már csak olyan 9 másodperc, ha megcsúsztam? Adva, egy kicsikét lelankadta. Motivációm. Tudj, nem kéne. Még kiesett mindenki előtt, Dávid, még... Atombomba is becsapódhat. Jó. De és az vagyok. Verlen is 17. helyen még csapatja neki az arra. Nem adja fel. Ki mehetne a boxba kajálni mondjuk, hogy valami. De nem teszi. Anyád. Előzöm a külső éven a kanyarba és húzódik ki a külső évre, hogy elengedjen. A kék zászlónál. És light rain. Köszönöm szépen, Geri. Azt hiszem ez már light rain felé, szóval legyél és ennek gumiváltással majd. Köszi, Geri, jó munkát. Figyelem, a, hogy valaki megy a kiinterér. Aha, pitin, hogyha ezé van. Még nem akar stratégiát választhatni, de mondta, hogy intermédiát fog kelleni. Hamarosan. Igen, mert egy... Szerencsétlen, egyébként még állnak a tócsák, de már nagyon száradnak föl. Szerintem egy-két kör maximum. Igen, itt is végig tócsa volt az előző körbe, hova le? Igen. Hát figyelj, nagyon süt a nap, nem látod? Ja, igen. Söprik le izé. Ja. Pályáról a vizet. Akkor nincs ott autó, éppen akkor így keresztbe elszaladnak. Hát. Perez, don't fuck with me. Péles. Akkor azt mondod, hogy menjek be? Nem mondok semmit. Én már azt mondtam, hogy én mit csináljak. Jó, még megyek egy kört és megnézem, hogy izé ezek. Én figyelem, hogy ők mennek-e ki. Jó. Mindegy, mi most vagyok a célegyenesbe, szóval... Nekem már mindegy. Pont nem látom. Térképen. Hát a Bottas meg Hamilton lekerül a üzémről. Második, harmadik helyről, akkor... Bementek. Hello, Skorika! Egyelőre még senki nem ment be. Két körös nagyon csúszni fog a vet? Hát igen. Mennyi a vizes ívem, vagy a vizes részem. Ne az ideálisan. Jaj, ma ott is megcsúsztam. Stratégia, jó, megyek be. Oké. Okay.
Remélem perezésbe fog menni. Rakd fel az intermédiátet, baba! Jó, Bottas kijön. Hamilton marad. Oké, perezés kimegy. Jók vagyunk, Dávid. Ezt nem mondanám, de jó. Egész jó, Tomi. Hát... ja, itt van Bottas, és most mit csináljék? Érjem utol. Végül is annyira nem gáz. Kicsikét több... hát igen. Kicsikét több... kicsikét motiváltabban jövök az Interről, akkor... az is lehet, hogy mögém jön vissza, de hát... ezt meglátjuk. Mert ugye ebből még akár száraz pályás gumi is lehet egyébként. Interrel jöttem végig. Fasza volt. Hanyadik vagy? Negyedik. Ez full jó. Ja, mert kiálltak, nem? Igen. Vagy mennyi voltál esőbe? Nagy esőbe? Negyedik. Ja, akkor easy. Azt hittem jobban visszaestél. Mondjuk ők sem nagyon mernek jönni vette, szóval. Az baj, esőben nem vagyok gyorsabb, mint Bottas. Aha. Vajon lesz-e belőle szárazpálya? Az érdekes. 12 kör, srácok. Mert ha lesz, akkor lehet, hogy be tudom dugni a rakétákat a... seggébe. Nem nagyon. Akkor jó. 15%-osak. Elsős. Safety card adnék. Na hát mondjuk nem tudom. Hát ebben jobban is kijöttem volna. Pedig én plusz egy kiállással vagyok. Az a poén. Bár safety car alatt voltam mind a kettőször, szóval... hát igen. Az úgy kiadta. Illetve már nem, mert amikor álltam be, akkor ment már a gyors kör. Ja. Makkod volt. Elég erőteljesen. Dávidnak a force feedback kialatszódik ennyire. Nem jutalom. Fú, jó, Dávid, 14 másodpercre vagy te, és 11-re van tőlem, azért. Bottas. Szóval kik, metsz, valami 3 másodpercre van. Ó, tőlem. Akkor műtöljük le magunkat, én meg... csak figyelek. Jó? Jó. És elromlott a DRS-em erre varázsszóra egyébként, ami annyira nem jó. Nem, mintha lenne. Hogy van? Hát, nincs, de majd lehet. Jó. Ja, hogy én nem tudom magamat lemjutolni, az fasza. Mármint el le tudom, bocs. Jó. Oké. Okay. Ja, én is mutoljam le? Aha. Jó. Meg jó, hogy az AU-nám van. Egy Aver Media mikrofonom van az elején, mutagom be. Remélem az Ultra lágy, amit fel fogok majd tenni, az nem lesz. Csak nagyon minimál vír. De hát azt kell felrakni. Ha kell majd. Mondjuk szerintem ez így marad már. Emléltem mögöttem van. Az ami király, de egyszerűen nem érzem Bottas, hogy...
Az a egyenesben nem vagyok elég hozzá. Franzba. Gondolkodnak a slick gumikon. Ha most így elállna egy slick gumi, jó lenne. What? Elfékezte magát, érted? De mint az állat. Oké, erre nem számítottam. Mindenre számítottam, de erre nem. David, mi a bánatot csinálsz? Annyit láttam, hogy megelőzött Bottast. Elfékezte magát, érted? Rátapadtam a seggére és elfékezte magát. Kajak? Igen. Nice. Mindenre számítottam, nice. Csak erre nem. Már írtam a halotti bizonylatot, meg mindent, hogy össze fogunk menni egymásba. Most meg én csúszok meg, szóval inkább pusholjunk. Jó. Viszont lehet, hogy slick gumi lesz belőle. Azt mondták. Én is hallottam, és azt mondta. Igen. Az fasza. Azt hittem rosszul hallok. Anyád. Ez normál? Kicsit bennem van az ideg. Kicsit nagyon. Kagének kell megköszönni.
Most már inkább ne legyen kerékcsere. És már inkább ne. Jó lesz az így. Jól van, bocsánat, hogy kicsúsztam. The fucking tojás lenne a pedál alatt. És éppen nem rántották, hogy akarok csinálni. Nagyon szárad. Csak nem kell majd kimenni boxba. Feri nagyon áll el, és nem tudom, hogy mi lesz még ebbe az öt körbe. Nem hát, tudom, hogy mit csináljunk. Nem. Nem tudom én se. Most az utolsó körre lecserélni, érted? Érted, igen, tehát hogy... Én nem tudom. Mert ez még annyira esik, hogy ez... Nem hiszem, hogy el fog állni ebbe az egy körbe. Hát igen. Meg felszáradni se fog hirtelen. Hát a tócsák is azért száradtak eléggé gyorsan. Amik igen. Nem tudom, Feri. Mi se. Kilencediket körözöm. Mindjárt. Három kör, testvéreim. Ebből nem lesz slick. Én át nem rakom. Úgy néz ki. Jó. Tizennégytől 17-ig ingyenes 1006, az jó. Nem jártuk. Én megint új operátorok. Nem sokára. Megy esőbe ez az Rich. Hát. Még van egy körre való üzén. Benyám. De 71 kör melyik pályán van egyébként? Szerintem egyiken se. Jesszus Mária, mi történt ebbe a könyvben most? Szerintem ez a legrövidebb pálya, ami létezik.
Értem, azt hiszem, leváltottam üresbe, de nem. Mondok a 78 per. De az hosszabb pedig. Jaj. Na mindig. Mondjuk kb. Kb. Ugyanennyi. Időbe. Ez utolsó kör jön, Dávid. Nem. Ja nem, még van egy. Nem mondja én neked. Még a Carboxba is mehetünk. Nem merek kimenni egy ultralágyé, mi? Kicsit meredek lenne. Azt mondta Jeff, hogy el fog állni és föl kell. Hát. Hallgatni kell Jeffre. Én bízok benne. Szava hihető egy ember. Mindig igazat mond. Tökben azért is hasonló körüldejű pálya. Driftelgetek azért rendesen. Én is. És az utolsó körét megkezdte Feri! Az első helyen! Már csak nem kéne kicsúszni. Mennyire van tőled Bottas? Seggembe. Ja. Akkor nem kéne kicsúsznod, mi? A hasonló dolga. És megcsinálja a magyar fiú, és ott van! Yes! Yes, és már az utolsó kanyar volt még valami. Kajak? Igen, nem tudom mi, de... Dávid! Lehet lekocoltak egymást. Ez egy... Nem is tudom. Ez egy GG. Gyönyörű verseny volt. Hát nice azért. Szép volt. Jani! Kösz szépen a GIF szabot! Uknu, ha itt vagy, te kaptad Janitól a szabot. A megérdemelt GIF szab. Kösz szépen! Ez is egyébként végül is azért... 5 kiállás Ferinek. És elégedett vagyok. Egyébként. 3 nekem. Csak Dávidnak nem. Ez is egyébként elégedett vagyok. Igazából... Jó volt. Ja. Csak... A probléma nélkül hát végigmentem volna az első olyan, hogyha az egész csapat nem egy rakás szar. Jó, tehát ma is megtanultuk azt a Forma 1-ről, hogy nem elég elfogadni a váltást, neked is váltani kell. I don't know. Köszi Jani, egyébként egy jó ötlet volt hirtelen nyilván az bedobni, hogy maradjak kint az interem. Ezzel tényleg nyertem, és pont ez a 20 másodperc, ez így ki volt azért számolva. Nálad is nálam beszél nálad zene, Jézusom! Mi? De minden esetre... Nem is hallottalak, Dávid. Hát, jó lesz arta. Köszönj!
Köszi Junior, köszi szépen. Köszi Donétet. Akkor veszek belőle a pizzát, jó, ahogy megbeszéltük. Standing. Hú, köszi szépen, srácok. Mi? Tényleg? Ment zene, meg minden. Ó, bakker, nem láttam. Junior! És még bele is pofáltuk a zenébe. Ó, pedig az egy jó zene. Kösz szépen a... Köszi az 5 dollárt. Ez nálam megosztott első helynek számít. KD1-2 GG. És az írsaiak lehozzák. Így van. Komolyan mondom, agyilag hulla vagyok. Borzalmas. Borzalmas. Ez egy érzelmi hullámvasút volt. Kemény volt. Fú. És tudnék aludni egy napot. Minden esetre akár és akár nem, jó 20 ponttal vezetek az első ilyen világbajnoki ranglétlán, és ami nagyon fontos, a konstruktőr, mivel a KD1-2 mi történt, 11 pontra vagyunk lemaradva, Feri, 11 pontra, itt vagyunk. Az még egy dobogó és hello, ja. Hanyadik lett Hamilton, bejött a negyedikre, okay, jó van, nem is tudjuk, hogy hol járt egyébként, de igen, érted, és 11 pont. Mind úgy konstruktőr, mind úgy a... Hát a következő verseny, akkor nem szarjuk el, akkor... Mind úgy a világbajnoki pontverseny. Igen, hogyha kövébe benyomjuk egy KD1-2-t, akkor ott van a konstruktőr 1. Az ja. Nagyon menő lenne. Ja. Hello, Knulu! Az nagyon menő lenne, mert megvannak a mergák. Azt a jó életbe, fú, teljesen kész vagyok. Köszönöm szépen egyébként. GG-ket meg mindent, hogy itt vagyok. Remélem tetszett, bocs, kiakadásért, de egyszerűen... Hát na. Olyan dolgokat tud csinálni a játék, olyan időpontokban, ami hirtelen nem érinti jól az embert. De most már ezt is tudjuk. Rá kell nyomni még egyszer, hogy biztos, hogy másik gumit szeretnél feltenni. Igen, mert hát na. Hát ja, én nem hittem volna, hogy ez így benne van, azt se hittem volna, hogy Bottas meg tudom előzni, de egyszerűen megcsúszott, de amúgy... Gyorsabb voltam. Hát akkor az volt a szerencsét, Bottasztal, hogy... amikor jó köröket mentem és koncentráltam, csak az egyenesben megenni Bottaszt, vagy egyáltalán megelőzni bárhol. Az volt a gáz. Esőbe. Hát még a lekörözöttek is alig akartak elengedni. Na ja, alig bírtam őket is megelőzni. Jó, a következő pálya a Silverstone, jól látom? A brit pálya. Blit. Bár nem értem egyébként, hogy miért Ausztria, utána Anglia, és megint visszajönnek ide, na mindegy. Szeretnek repülőzni. Ez a kocsik is. Meg kamionosoknak több pénz, meg ilyenek. Ja. Jó van, ez jó volt, de úristen. Oké. Silverstone, ez egy jó pálya, én szeretem Silverstone-t. Legalábbis múltkor is ezt mondtam, aztán végül is annyira nem szerettem, de igen, Silverstone egy jó pálya. A kérdésem ergeket tudjuk rajta hozni. Na mindegy, meglátjuk. Köszi, itt voltatok. Köszi Kagen még egyszer ezt a bombát, de ezt még hallgatni fogod egy darabig. Illetve Judeo neked is a Donated. Ja. Jövő héten, csütörtökön. Brit, Cody, hogy látod? Hogy jövő csütörtökön már visszaállunk a normális kerékvágásba, vagy marad ez a 3-as, 4-es? Szerintem igen. Akkor visszaállunk a déli és délutáni felhozatalra, oké. Okay. Ja. Az úgy mondjuk egészségesebb egy fokkal. Hát ja. 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 Az úgy egészségesebb. Szerintem rendelek egy pizzát, és mindenkinek tovább szép estét. Holnap találkozunk, hogy mivel, azt látjátok az eseményeknél. További szép estét, sziasztok. Hello.